Tenger mély tiszteletem, csodálatos szép estét kívánok minden egybegyűlt embernek. Szia Vegito, szia Lacus, szia Krisz, mintha csak 5 perccel ezelőtt beszélhettünk volna. Szia Toxic, szia Bled, szia M. Levi, szia Inster, szia Kajosi 2, szia Mr. Psyo, szia Kazuár, szia Nion, szia Krisztián, szia Ponce, szavasz Tokyo, szia Csompi. Hellóztok, szép estét! Na, éppen életre keltem a chatem. Szia Árnyék! Ki ez a maci sajt? Hú, micsoda jó név! Hello, üdvözöllek téged is! Kajosin, ismételteni sokadék accountodnak való követést is megköszönöm szépen! Kisgus van, hello! Szia Samurai! Köszönöm szépen, Blue, az előfizetésed! Nikó vagyok, ki ez a maci sajt? Nikókám! Nem is tudtam, van most ilyen nevű accountot. Illetve nagyon szépen köszönöm Ponce Mark 00309 és ismételten Kajosin 2-nek a nagy követéseket. Köszönöm szépen, Nikó, neked is ismét másik accountról. Köszönöm szépen Insta Cheert. Köszönöm szépen Levin 7-nek a követést, úristen, mik mennek itt stream elején. Wow, na, mit szólnátok? Ma maful élek egy perc az idézőből. Fuck yeah, szuper. Fordítva van a kamerád? Szia kisfas! Igazából most van jól a kamerám, eddig volt rossz. Valahogy megfordult, nem tudom, hogy csináltam, hogy megfordítottam, de most van jól. A lényeg, ez magától történt. Kezdjem a mafu lelkekkel? Nem a mafu lelkekkel kezdem, mert még fogok leváltani a mai stream alatt. Csak nem most, mert nagyon sok tojást kér, megválom, míg 110 vagy az alatt kezdi kérni a tojásokat. Úgyis van addig még tehendőm. Például kokáért első lépésből tartunk egy kis sorsolást, egy kis korziumot így a hétköznapokra, hogy azért aki éppen hiányban szenved, annak jusson egy kis korzium. Kezdjem a mafu lelkekkel. A mafu lélek akkor lesz viccesebb, amikor majd több lesz, és amikor hiba történt. Szia, Bled! X-Propi, köszönöm szépen a követésed. Kérnék szépen egy kis visszajelzést azzal kapcsolatban, hogy Kisgus van, köszönöm szépen a követést. MV2 Discordon elindult a cucc. Tehát tudtok jelentkezni a nyereményjátékra, vagy pakus? Lacus, köszönöm szépen a követést. Közben megvolt az első score. Nagyon beindítottunk ebbe az első 6 percbe. És ígéretemhez... Szia Bokaer! Nem tudsz jelentkezni, akkor rápróbálunk még egyszer. Na most már jó. Na, most már lehet jelentkezni. MV2 online Discordon van a sorsolás. Már is Levikém adom a linkeket egy kis parancs segítségével. Ott elérsz Discordot, weboldalt, meg minden fontos dolgot. Jó, egy annyit. Éppen én ügyködök itt a dolgokon, hogy felhozom gyorsan Moxit. Hogy Moxival tudjam nézni a Voridzs idézőket, egy 150-et legalább le akarok így egybe ütni. Viszont van nekem egy megkezdett dolgom, és akkor mindjárt kitérünk arra is, amit Takács írt, hogy nem éri meg a piros tojás festék, nagyon megéri. Egyébként, tehát mondom őszintén, megnéztem annélkül is, meg azzal is bőven visszahozza az árát, bőven.
Jó, ezt még az előtt beszéltük. Lesz portál, ásványom után egyből indítok egy portált is. Most van egy pár perc, 24 perc. Hol kell jelentkezni? MV2 online Discordon. A sorsolás szobába. Bocsánat, elfelejtettem megpingelni. Azt gyorsan pótolom. Meg is van pingelve az MV2 DC. SD4-ben szerinted nem nagyon? Én pont SD4-et néztem meg, és ott nagyon kijött, hogy megéri. Nagyon-nagyon kijött. Átlagosan termenként 2-vel többet kapok. Termenként. 4 teremre ilyen 7-10 darab tojás differencia van. Egy körre, így, előre-hátra, nagy pókoknál. Nagy. Nem tudsz belépni? Ó, érdekes. Na várjatok akkor. Kimásoljuk. Parancsoljatok ott az új MV2 Discord link. Jó, azt köszönjük, hogy szóltál Levente. Fogom frissíteni majd a Nightbot-ban lévő linket. Hype vonat teljesítve, oh my god. Igazad van, szamuráj. Azt mondja, nem lehet rögzíteni. Én meg azt mondom, hogy rögzíteni fogom. Akkor nem fogom rögzíteni, mert nem engedi. Akkor bassza meg. Nem baj, nem tragédia. Top 1 bit küldő, király vagy Easter. Ó, oh, hangos a zene, bocsánat. Na most jobb. Jó, köszönöm szépen a visszajelzést. Nekem kb. Sokat nem változik itt fülesben a hang, de az a lényeg, hogy ti halljátok az én mondandómat is. Kivéve mondjuk, mikor énekeltetnek. Ó, elfelejtettem a Skolt, úgyhogy teljesítsük. Piros toi festék? Az megneveli a droppot. Ha fel van téve, akkor 30%-kal több tojás esik. Számottevő is nagyon hasznos. Szia Bucsiro, hello! És a portál? Kb. Egy olyan 21,5 perc is nyitom is a portált, ne aggódj. Ezt most beszeretném fejezni. Rudam is elfogyott, illetve a Meteor iránytűkkel akartam egyébként egy kicsit bohóckodni. Mert kezdett elfogyni az a több ezer töltéses Meteor iránytű. Szia Bucika 18! Micsoda jó nevek vannak, hát díjazom a kreativitást, emberek. Én díjazom a kreativitást. Nem tudom, itt vagy-e Twitter chaten, vagy streamen hallod, amiket mondok, de feltételezem, itt vagy, úgyhogy ne aggódj. Ja, látom, már be is írtál. Ne aggódj, nem semmi probléma. Amikor ráírsz, akkor nyugodtan írjál. Jelen állás szerint én minden délután ettől a naptól kezdve elérhető vagyok. Persze, minden rendben. Végre egy picit tudtam extrán egy másfél órát pihenni, úgyhogy még a közérzetem meg a hangulatom is sokkal jobb. Nyitottám a nyúlpetet, szamurát, GG! És ne aggódj, hamarosan lesz portál is. Szia Peti, hello! Le akarom ütni ezt a pár perc ásványt. Visszatérjek az előbbi mondandómhoz. Kell a rúd. Illetve kíváncsi vagyok, hogy mit fogok tudni kiszedni ezekből az üres kosarakból. És megmondom őszintén, nem csak a rúd az, ami kellett innet, hanem itt említettem főleg a Meteor iránytű. Mert ahogy meglesznek a mountok, azért elkezdem itt ismételten egész szép tételekben a köveket.
kezdő vagy backszállhat nálak valamivel? Gondolkozok, hogy mi van kezdő karakternek megfelelő, de igazából nincsenek kezdő cuccaim. Jogos, Twenner, jogos. Egyébként mit szoktál csinálni a te is tojástartókkal? DC-n belül előbb az információ szobában, azonnal puskázok, mindjárt megmondom. Nem, bocsánat, a szabályzat szobában fölveszed a giveaway rangot, és utána a sorsolás szobába pedig reagálsz egy ilyen imótával a magára a nyereményre, és akkor utána már is bent vagy. Szia, Headshot! Milyen karakter vagyok? Ja, ezt izétől kérdezted, Mucikától. Mucika, én a legjobban most per pillanat téged tanácsra tudlak legjobban segíteni. Az pedig az, hogy ne rassold a játékot, élvezd ki minden percét, minden mappon töltse megfelelő mennyiségű időt, és ne régy rest farmolgatni. Megtérül a befektetett idő, amit karakterbe teszel. Ezt én így szólóban azt mondom, hogy jobb a drop, mivel hogy ott nem zavar senki, és a bobok respawnja sokkal-sokkal jobb. Annyi különbség, hogy igen, amit ír Ponsz, hogy nincsenek kövek, de elenyésző azoknak a köveknek a dropja ahhoz képest, hogy a tojásból mennyit szedsz extrába ki. Nekem nincsen gyakori mountom, csak izéjeim vannak, azt hiszem, megmaradva. Ritkák. Tehát nualáim vannak pluszba talán. Huszonnyolc hátassal, mindből 8 nem ad semmit. Szebették 245-re. Hát azért szerintem 245-ön 20 mounttal picit szenvedős, nem? Sőt, biztos vagyok benne. Mire kell a gyakori hátas? Hát szerintem arra kell neki, hogy egy kicsit erősebb legyen a karaktere. Nyolcvan, ne aggódj, Levi, az majd meggyarapszik. Meggyarapszik, szépen lassan fog gyarapodni. S2 mikorra várható? Szerintem egy 2-3 hónap múlva jöhet. De a következő devstreamben majd valószínűleg megmondják a dátumot. Sihort? Alap Sihort, ha eladta a 10k-ért, úgyhogy oldották, az megérte. Tehát egy alap Sihor az nem jó semminek. Egy kárudat nem ér kb. Pompásat? A pompás az többet ér szerintem, mint 10k-rút. Az oké, okay, csak mondjuk az a leggyorsabb mount, amit tudsz használni, hogyha nincsen 50-es sihórod. Az összes többi azért lényegesen lassabb. Amúgy képzeld el, szamuráj, nekem is csak 4 olyan mountom van, ami nem ad bónuszt. Tehát ez a 4, amik alapból így meglettek. Event alatt aztán úgy voltam vele, hát ezeket nem adom el, ma most minek. Egyszer úgy is elérjük azt a narancssárga hátes számlálót, amit én egyébként nem várok, hogy elérjen. Úgyhogy addig még van egy picit, tehát addig fogom kipakolni azokat a filmmountokat, ameddig még megtehetem. De most még lesz egy mafum extrában. Vespa drága és fejleszteni? Azt mondom, hogy feléig nem. Fele után azért már bedurgul egy kicsit a dolog. Vannak olyan szintek, amik elég olcsóak, de van egy pár, ami azért megkövetel elég komoly farmokat, vagy rút mennyiségeket. A coccinella az viszont drága.
A Coccinella drága, mert az ugye elég OP, egészen egyedi mount, ugye ez zúlja fel ezt a speciális leltárat. És ez amúgy kurva jó cucc, csak viszont ott 10 szinten kére elkér egy mitik oldatot. Tehát tojás tartóból 5 ambrózia. Az a legjobb, te. Az a legjobb. Én újabban, mikor ittak ilyen random megjelenő húsvéti meteorokat, nem ezeket a köveket, amik vadon teremnek, hanem amik mobok ütésével tudsz magadnak kiütni. Ezeket a nyuszi meteorokat. Én esküszöm áldást vagy rebootot várok belőle, mert ugye természet fordított törvényei alapján az úgy működik, hogy amit a legjobban vársz, pont azt nem fogod kapni. Én azóta inkább a rebootot várom előszeretettel, meg az áldást, és azóta elkezdtem kapni ilyen aranymedál, gyémántmedál, meg ostor, meg jogar kombinációkat. Na, az mondjuk legalább jó, tehát extrába egy kis olyan loot, amit azért fel tudsz használni. Tehát ezért még mindig jobb, hogy kapjál egy jogart, mint mondjuk 100 rebootot. Tehát amikor egymás után kaptam 100 rebootot, meg még utána 20 áldást, azért nem voltam olyan boldog, hogy amúgy ez meg, ez így nem örömteli. Jó, hogy állunk egyébként itt a cuccal, van még 13 perc, utána mondjuk portál is lesz. Medálok? Amúgy igen, a medálokat el lehet adni, most jelenleg épp a medáloknak pont be van zuhanva egy picit a piaca, meg le van menve az ára, úgyhogy jelen pillanatban nem mondó vagyok, hogy ne add el, plusz ugye előbb-utóbb fog is kelleni ehhez ahhoz. Hatkárúd a full titánszetre. Az amúgy nem sok, egy felszerelésért. És azért az dob a karakteren. Egészen szépen. Egészen szépen. Közben én a Moxival megnézem, hogy mi a váltás. 137 tojást kér még mindig, viszont egy főnix füles vagy 11 beril. Az egy főnix füles egyébként kurva jó, mint olyan, csak nagyon sok tojást kér. A varázsnál egyébként, vagy Voragore, vagy várjál, mi a neve? Olyan fura neve van, nem tudom, én varázsnak szoktam mondani. Ez pont olyan, mint amikor a szilajt lepajkózom, nem tudom, honnan lett nekem az, hogy a szilajnak az a neve, vagy pajkó, de nekem pajkó szokott lenni. De Voragore, bazd meg! Szó, Voragor idézőknél azt helyezzétek szerintem inkább előtérbe, hogy mennyi piros tojást kér. A legtöbb esetben egyébként úgy van, hogy az item, amit elkér piros tojás mellé, nem egy olyan eszeveszettül nagy érték. Általában 50 rút környéke, 30 és 50 rút környéke az, amit itemekből érdemes leváltani. És piros tojást azt úgy a legjobb, hogyha ilyen 110 környéke, de inkább alatta van az, amit be tudsz váltani, mert hogyha leváltasz mondjuk 10-et, nem mindegy, hogy 130 tojást kér el, vagy 110-et, mert ott már tojás, idézőnként van 27 tojás differencia. Tehát 10 idézőből az már 270 tojás. Azért 270 tojás, 270 tojás. Úgyhogy azzal némileg érdemes várni. Szia Jani, hello! De azért mondom, itt hagyom Moxit és figyelem, hogy mi lesz a helyzet. Olyan 110 környéke lesz, azért még le fogok váltani legalább egy 50-et. Ha 150-ből kijön 3 maful élek, akkor a mai streamben szerintem megejthetem azt, hogy kihúzom a mantist 10-re, majd meglátjuk, hogy ez hogy fog összejönni. Maful elkektől fog ez függeni elsősorban. Ha meg nem jön ki, akkor nem garantálom, viszont szerintem a teli tojás tartókat meg fogom venni rootból, mert valószínűleg jobban ki fogok jönni. De akkor is, hogyha tudom, hogy duplázhatja a teli tojás tartót, de... Négy nap alatt ki tudtad szedni a mafut? Figyelj, szamuráj, nem tudom most, hogy neked milyen karaktered van.
tehát szintben. De azt láttam ugye, hogy nincsen sok mountot, hogyha ez 4 napi farmot vett fel, akkor szerintem jó. 140-es nincs. Akkor az szerintem bőven jó. Ha gondolom, félrerakod őket? Figyelj, Tvener, nem tudom, hogy pont most meddig leszel még. Ma mondtad, hogy 9 körül el kell menned. Úgyhogy szerintem egy olyan órát leszel. Hát azért szerintem egy óra alatt már végzünk azzal. Hogyha úgy lesz és lesz elég mafu lelkem, akkor valószínűleg igényt tartok erre a lehetőségre. Ha meg nem, akkor majd összegyűjtöm és nem mahúzok mondjuk holnap után vagy a hétvégén, tehát nem sietem el annyira a dolgokat. Majd meglátjuk, hogy fog alakulni a dolog. Vegyek urak egy skolt, nem nyomtok el, please. Kezdek kicsit szomjas lenni. Igen, hogyha valakinek kell buff, akkor az jelentkezzen, már adok közel maxos buffot, 284 intes buffot adok freebe. Köszönöm szépen, Turner. Skol. Jó kis csiki vadmána. Tíz közvetítéses sorozat, OMG Chris. Köszönöm szépen. Hogy állunk? Még 8 perc. Szamurájnak is megtekintési sorozat. Mikor lesz Mount sorsolás? Az is lesz a mai streamben, akkor egy kis spoiler. Mekkora szint különbséggel kezdik adni az XP-t? Szörnyek 19. Nem, amúgy azért mondtam, Tvener, hogy a vérgyűzt nem éri megütni jelenleg tojásért, mert most az, hogy a duplázzai azt a teli tojás tartót vagy sem, megmondom őszintén, nekem inkább vagy sem szokott megvalósulni. Aztán olcsóbb rútba ezeket beszerezni. Plusz ezzel még lehet egy némiképpen játszadozni, hogy olcsóbban gyertek ki. Elnézést. Az pedig nem más, ahogy lehet ezzel játszadozni, csak itt nem tudom megmutatni, az az Oduran. Tehát Oduranon ugye leszpónolhat egy extra boss, Reis kutyus, Sanchez malac vagy Amber cica, és azok tudnak dobni akár teli tojás tartót is, általában 3 ládát tudnak kidobni a húsvéti eventes felhozatalból, úgyhogy mindenképpen javaslom előbb azt letolni, mert lehet, hogy miközben tologatjátok le, akár a mantis megszerzéséhez szükséges 60 ládáért előjöhet egyszer-kétszer, és annyit tudtok vele spórolni. Nem dobta be egyszer se nagyon? Akkor nem vagy valami szerencsés. Mikor a múltkor streambe szedtük ki, azért egy 3-4-szer bedobta. Sőt, még egyszer el is mentünk, úgyhogy dupladén sajnos nem vette észre, hogy ledobta és egyből indította. Szerencse zsák vagy? Tudom milyen, mikor fél éven keresztül nem volt semmi, de semmi szerencsém. Kb. Egy élmény volt tényleg. Ja hát, amúgy igen, Odura azért érdemes hirdetni, hogy mennétek, mert azért nem árt, hogyha van egy erősebb karakter. De hogyha a mai stream folyamán lesz időnk, meg lehetőségünk arra, hogy toljunk Oduranokat, akkor nagyon szívesen elviszek bárkit. Hogyhogy nincs most tojásgyűjtögetős event? A tojásrojára gondolsz? Nem tudom, az lehet, hogy viszont akkor holnap vagy hétvégére bekerül, vagy majd húsvét után bekerül. Hogy húsvét utáni hétköznapokra is legyen egy kis extra játékosoknak. Az mégiscsak ilyen utóhúsvéti event keretébe szokott inkább lenni. Ja, tudom, volt, persze. Nem mentem be,
teljesen más dolgokkal foglalkoztam éppen akkor. De azt hiszem Labancnál ott voltam streamen, amikor ez a Tojás Royale ment. Varagor 127. Mondjuk a leváltó megint nem rossz, egy kenta pecsét, meg négy titán gyűrű, de 127 toika az most jelenleg még sok. Moxit láttad? Mox egyébként ott van most CH1-en a Nyuszi NPC mellett. Úgyhogy ha valakinek szüksége van buffra, akkor nyugodtan jelentkezzen, mert adom ingyen a buffocskát. Bemézek az MV2 sorsolás szobába, hogy mi a szituáció, meg is vannak a nyertesek. De Krisz barátom az megnyerte az egyik adagot. Másik játékosunk pedig pont az néven fut. Itt annyira nem tudom, hogy ki az, de ráírok. Jó, rá is írtunk. Rendben, Krisz, nem probléma, majd írsz, hogyha végeztél a szólóval, és akkor odaadom akkor a jutalmat. Gondolkoztam, hogy hova raktam el egyébként a kázét, amit nektek ki fog sorsolni, mert azért azt megmutatom, hogy ez a sok kázé egyébként még nektek van, meg még van egy jó adag a raktárban. Úgyhogy az csak is kizárólag rátok vár. Nem mondom, hogy a húsvéti event alatt megy el majd minden, de azért a húsvéti event alatt is fogunk még sorsolgatni. Most volt azt hiszem 3 nap szünet? Milyen nap van ma? Szerda? Kb. Szerda van ma? Tudja, tököm. Mindegy, amilyen nap van, olyan nap van. Azt hiszem 3 nap kimaradt. Stream. Az idő alatt egyébként igyekeztem annyit farmolgatni, hogy elég legyen, tehát abból megleptek ugye azok a 100 voragbor, meg még van egy-két tojáskám, megütöttem természetesen még egészen sok húsvéti követ, meg ha minden igaz, hétfőn volt egy ilyen nagyon pihenős nap, hogy egész nap csésztünk, egész délután. Meg valamelyik nap még csináltam ugye ezt a gladiköpenyes videót, ami két napja vitalt ez Discordon, hát beszarok, de kemény, kemény. Mi járt le a csontok? Igen, a csontok lejártak, na se baj. Ez még két körre belefér. Egyébként tök jó, mert már 1400 ambrónál tartok, közel 5 kárút. Tudom, Twener, tudom, én is ugyanígy vagyok vele. Tegnap annyira szar állapotban voltam, igazából úgy voltam vele, hogy még a tegnap akartam streamelni feltétlen, és ezt, amit ma terveztem a mai streamre, azt még tegnap akartam. Boxi elment mellőled? Nem mozdultam meg vele pedig? Azt hiszem. Szia, Süti Csíker, hamarosan lesz portál, pár perc az egész. Tehát itt van még másfél perc, az bőven elég lesz szerintem minimum egy, hát egy körre mindenképpen. Ha belefér, akkor tudok le még egyet, aztán majd egy kicsit a cuccokat elpakolászom, és utána csinálom is majd a portálkát, és ma mindenképpen lesz szerintem 2 darab portál. Közben adunk buffot Moxival. Darparios, Kamba, van-e felvétel? Persze. KB állandó felvételünk van, aztán úgy szokott működni, hogy a kis klánba bevesszük először az embereket. Ó, Easter, azt a kúra mindenit. Hú, ezt bedobtad. Zöld tündérjelmez mennyibe megy? 650-700 rúd. Persze, szamuráj. Mindjárt végzek az ásványjal.
és akkor ezt megdumáljuk, hogy ennek mik a részletei, hogyan meg mind lehet bekerülni. Jó van, Easter. Egy pár percet kérek szépen. Várjál, hol a dalszöveg? Én a ja, megvan. Megvan. Jó, gyors végzek az ásványjal. És... a legjobb tudásom szerint. Vajas kenyér. Na, lássuk, mi ez a szöveg? Kicsit... nekem nagyon ismeretlen. Jó, ezzel végeztünk. Mi az a portál? Van ilyen streamer event, a content creator event, ahol a gold content creatorok, illetve két csodás ezüst content creatorunk, a Kalisztok és Bagoly kaptak ilyen nyuszikat, és tudunk eventeket rendezni, gyakorlatilag erről szól ez az egész. És ezen eventek keretében be tudtok jönni egy portálon, hogyha megvan a gyűrű, tehát ezek a gyűrűk, és kaphattok streamer ládákat, amik alapból tartalmaznak mountot, oldatot, petet, illetve tök jó áruk is van. Úgyhogy lényegében megérős a dolog. Úgyhogy én felmegyek most nagy karakterre, és megcsinálom a portált, és amíg bent vagyunk a portálba, és várakozunk, addig felénekelem Easternek ezt a dalszöveget. Elejétől a végéig kértem, mondjuk jó hosszú. Meglátom, hogy mi fog ebből kisülni. Gyűrű is a kecsketól eltűnik? A kecsketól eltűnik, mert az a belépő, a gyűrű nem. A gyűrű 1k tojásba kerül, a belépő 250 tojás. Jó, na mondom akkor, hogy mi kell a klánhoz. A kapásból ugye behozom Moxi helyett a Harbardürt, idehozom magam mellé. Bevesztek kis klánba titeket, és majd nézem, hogy ki mennyire aktív, meg hogy mit csinál kis klánba, mik történnek. És akkor azt szerint random rá szoktam emberekre írni, hogy hello Kavane, meglepém és jöhetsz a nagy klánba. Szóval ide jövök Harbardürrel, éppen karakterneveket kérek szépen, hogy milyen karakterre szeretnétek bejönni. Zenébe legalább hallgassak bele? Jó, remélem copyrightos. Farmer, jó. Akkor gyertek ide, ahol állok, megkeresünk titeket. Oké. Jó, ez megesik. Várjál, Easter! Hogyha tudom, hogy mi lesz a dalszöveg, van három téged, nem tudlak meghívni, szamuráj, mert még nem telt el egy nap a kilépésed óta. Van egy kupak farmunk, jó. Az mennyire lesz vicces? Tehát nem viccesebb akkor, ha nem tudom, hogy mi fán terem az a dal? Gondolom ez ilyen beleéléses valami, ilyen... érzelmesebb a dalszövegéből ítélve, kicsit olyan... hát nem tudom. Úgy élt bele te is magad. Jó, igyekszek egyébként beleélni magam.
pillanat türelmet kérek szépen, hölgyeim és uraim, azonnal visszatérek, és akkor jön a Portál meg Insternek a dala, amit bekért, mindjárt visszatérek. Na rendben, akkor most már... hoztam be magamnak egy kis csokit. Meg még elfelejtem, amit nagyon gyakran elfelejtek, hogy például Titán Kovácsnál meg kéne menni a Titán Totemes küldetéseket, nem magát a Titán Totemet, hanem a küldetést. 20 karneol, hát ezt az hallod, ezt beolvasztom, hát ez... milyen szép sor. Hallod, az meg tök szimmetrikus. Beszarás, hát ez a csávó egy tehetség. Ez szép, bazd meg! Ez GG, az belett alva szépen. Vagy belettek alva szépen. Nem úgy, sorba. 20 darab karneol. Nem fogunk érte krokodilkönnyeket hullatni. Jó van, azért Instert megvárjuk, ha már elment toaletra. Tántottam küldetést, és kapunk belőle egy új eszenciát. Meg akkor már gyorsan ránézünk, hogy mit kér a Boragor idéző. Ja, még mindig ugyanazt kéri. Az a Bunny mert sorsolásra? Ez fog sorsolásra menni, meg ezek a nyergek egyébként. Jó, közben megérkezett az előbb LOL Farmer nevezetű emberünk, őt is beszedjük a kis klámba. Lukács, ő pirosaknál keres klánt egyébként, hogyha van itt piros birodalomban lévő ember. Száz gyorsról, hogy a leggyorsabb 110-re. Igazából a leggyorsabb az, hogyha odamész holtakra, szétköpized az agyad, és az a leggyorsabb. Tehát attól gyorsabb... új eltállt, és fizetek pénzt. Na jó, emberek, készen álltok portálkára? Menjünk a portálkába. Elindítjuk az eventet. Yes, sir! Oké, én eltüntetem a játékosok felét, kiírom, hogy portál on. Nem om, on. Ja, majdnem a Discord linket tettem ki. Viccesebb lett volna. Oké. Yugi Samurai, hát ez 10 perc, amíg még be tudsz jönni, bőven kijön. De ha megveszed rootból, az is bőven profitos, nem probléma. De amúgy igen, simán ki is tudod ütni. Szia Csalafinta Loki, hello! Na várjál, Lister, mindjárt dalolok. 40 rootból, akkor gyors farmolt ki. Köszönöm szépen Csalafinta Loki a szkolt.
az meg giveaway-t pingeltem portál helyet, sorry. Elnézést. Elnézést. Sajnálom, bocsánat. Csonti, a szint az nem számít, legyen egy ilyen gyűrűd. Kell egy ilyen szigbácon gyűrű, 1000 piros tojás, illetve 250 piros tojásért cserébe vesz egy belépőt. Ide 10 perc a várakozási idő. Nem kell egyáltalán erősnek lenni, be kell jönni a mapra, afkolhattok is, ha kis karakterek vagytok. Meg fogja jelenni itt majd egy boss, kb. 8 perc múlva, és azt együttes erővel le kell ütni. Ugye a játékos szám az itt több, amit láttok, mert mondom, én eltüntetem a felét, meg folyamatosan jönnek az emberek. És ezeket kell leütni, tehát egyszerű a feladat, nem vészes. És kaptok a végén egy ládát, ami tök sokat ér, tehát egy ilyen 1500-1700 rudat még mindig ér szerintem az a láda. Na jó, érkezzen Insta-t kérésére. Megnézem, mi a címe, mert azt már elfelejtettem. SP-től a kép maradsz című dal. Szia Bratko, ha te is megszopattad magad arra, jössz vissza, mire kell dalolnom. Csak egy kép van, csak egy kép van. Csak egy kép, csak egy kép, csak egy kép, csak egy kép. Még nem ismersz, nem vagyok az, akinek látszom, ne hidd el, hogy veled csak játszom. Hazugság volt minden szó, amit hallottál. Mondd, mi az, mi igazán fontos. Mondd, miért szerettél belém pont most. És kérlek, vagy csak címlapok. Én kérlek, vagy címlapok. Csak képzeld el a helyzetet, hogy dönthess. Ha megkívánsz számom, tudod, bátran csörges, még mindig vársz. Hisz játék voltam végig, nekem fényképről még rémlik, hogy már megint mi történik. Egy kép maradsz, ez csak a tiéd, tiéd. Nem tudom minek, minek, és miért maradsz. Egy kép maradsz, diktál a szíved, nem tudom minek, és miért maradsz. Egy kép maradsz, egy kép maradsz. Egy kép maradsz, egy kép maradsz, egy kép maradsz, kép. Jó volt rég, mikor nem volt semmi kényszer, de nem kell mondanod kétszer, hogy megértsem, miért vagy velem. De te nem ismersz, nem tudom, kit rejt az állat, nem tudom, hogy miért nem válasz. Miért nem fogadsz el, ez vagyok, képzeld el a helyzetet, hogy dönthess. Ha megkívánsz a számom, tudod, bátran csörges, még mindig vársz. Hisz játék voltam végig, nekem fényképről még rémlik, hogy már megint mi történik. Köszönöm szépen, remélhetőleg Easter ezáltal boldog lett, meg sok más ember, akinek halláskárosodást sikerült ezzel okoznom. Hogy kép maradsz? Kép maradsz? Na, köszönöm szépen, hát ezek nagyon komoly pontszámok, uraim, hölgyeim, nagyon szépen köszönöm. Hát ez csodálatos volt. Ó, és még Kriszt is fog jelentkezni egy dallal, mert azt már nekem a múltkori streamben mondta, hogy most már van elég pontja, úgyhogy egy jó kis dallamos valami. Megvan a toás, gyere nyugodtan, van még majdnem 5 percet. Nikó, olvass a számlót! Igen, kapcsold vissza a hangot! Na, Robinál van piros tojás, eladó. Kecsketól merre van? Mappedjen a Dunner NPC-ktől tudod venni, mindegy melyiktől veszed. Mikor lesz KZ event? Gondolom péntektől majd lesz. Megjött a fizu. Bankkártya event. Bankkártya event. Na igen, azért már kezdünk gyűlni, ahogy telik az idő. Cool. A játékosok felé továbbra is. Egyébként elrejtem, mert van... Nem volt még Tokió barátom? Még nem volt. Hamarosan. Egyelőre portálítottam. De hamarosan most már kitérünk a
mafuzásra is. Most pont jó a cucc. Na most, mivel pont jó a cucc, ezt ide beteszem. Gyors karaktercsere. Gyors karaktercsere. Erre a karakteremre. Tetszik a, az idéző. Kék pecsétet kér, annyi van, mint a szemét igazából. Mármint Ambró van annyi, mint a szemét. És hát ugye ezzel együtt természetesen tojás is. Gyorsan váltunk idézőket. Rejtély szólót azt nem váltom le, de 102 tojás kell, azt váltom. Annyit, amennyit tudok. Pár perc alatt. Kedves chat, írjatok kérlek, hogyha... Habár nem is kell írni, bazd meg, olyan nyomorult vagyok, hát másik karakteremre be tudok menni. Mert ugye, hogyha én rendezem a portát tőlem, nem vesz kecske tőle Telergo, nincsen rajta nekem delay-jem. Úgyhogy látom az időt, és amint leszpónul az a kis nyavaja, gyors vissza karaktert cserézek, és akkor a másik ablakban látom, addig váltom le ezeket a voragor, nem voras idézőket. Nem tudom minek, honnan jött. Teli lesz a hétvégén? Akkor ki tudsz belőle szedni egy csomó mindent? Hajrá! Nekem ez 5 kék pecsétet most megér, főleg, hogy van több 10 000 ambrózián, nem tudok vele mit kezdeni. Nyilván nem ez lesz a legmegérősebb. Mennyi idő van, bosszik? 2 perc toxik. 2 perc. Tudom, hogy nem éri meg mondjuk, ha összrud értéket nézzük ezt, de... Hát... legyen voragúr idézőm. Ez még mennyi lett? 40. Még váltok le. Még bizony váltok. Mehet igazából. Mondom, Ambrom rengeteg van és nem tudok vele mit kezdeni. Viszont a magával a voragúr idézővel tudok mit kezdeni és kell is mit kezdenem. ₹300 fölött látod Goldiba az idézőket? Igen, tehát azért, hogyha valaki leváltja, akkor általában a ilyen 250-300 rút között van a leváltásnak az értéke, úgyhogy kicsit drágábban, mint 300 rút ki is teheti, és még esély van rá arra, hogy valaki meg is vegye. Nem tudom, hogy egyébként mennyire fogy a piacról a Moragor idéző, mint olyan, de ha valaki veszi, akkor gondolom azért rakják ki az emberek, mert valaki veszi. Ha nem vennék, akkor nem raknák ki. Jó, mert emberek, gyorsan gyertek be a portálba, mert fél perc van. Jó, a többit később leváltom. De már 70... Nem kilépni kell, bazd meg! Jó, visszaérek, van még 10 másodperc. És akkor most reménykedjünk abban, hogy nem fog kikúrni a játék. Nem lesz egy game crash. Mert azért az elő szokott fordulni. Léci, ne crash-elj. Léci. Hú, nem crash-el. Na, lényegében most annyi lesz, hogy leütjük ezt a Sigdunnert, vagy Dunnert. Most viszont az összes játékost visszakapcsolhatom. Most már nem lesz ebből probléma. Majd event végén fogunk nyitni Szigi ládákat, meg valószínűleg a többiek ládájából is fogok nyitni legalább egyet. Legalább egyet. Majd meglátjuk, hogy hogy lesznek portálok, hány a csípek el, stb. Stb. Szia Kuntum, hello, szép estét neked is! Ja igen, farmoltam elég sok batyut. Volt még saját gladiátor köpenyem, meg még van is, meg még más karakteremen is van, összesen még kb. 300. Meg ugye van még ebben is 100, meg ebben is van 500 gladiátor köpenyem, úgyhogy van még
dögivel. Úgyhogy tudok még formolni sivatagban. Mi újság van? Köszönöm szépen a kérdéset. A csúnya bácsi tök jól érzi magát, mondhatni. Másfél órával sikerült többet aludnom, kb. Úgyhogy a mai hangulatom az ilyen, kettős pont jó. És örülök, hogy végre streamelhetek. Az elmúlt 2-3 napban nagyon, nagyon katasztrófa állapotban voltam. Tehát végen volt. Ijesztő. Hát általában mi ezt az csúnya is. Az én karakterem ellen? Hát azért szerintem mire bekerül következőre a content creator event, addigra azért most már lesz egy kézzelfogható ép és mondhatni használható, bőven használható és jóvaros cuccom, terveim szerint természetesen. Aztán majd ez ki tudja mennyire fog közbeszólni egyéb dolog. De napirendi ponton most már kb. Csak az maradt, meg a felszerelésem kövezése. Jánzott a stream? Na hát sajnálom, hogy eddig nem volt, de megnyugtatok mindenkit, hogy amennyiben lehetőségem adódik, akkor ismételtem mondjuk úgy neki ugrunk streamelni nap mint nap. Húsvéti event után lesz egy kis minimális pihenő. Jarviska itt üti benne ezeket. Nem volt nagyon sikeres. Hát igen, Bratko, meg én kíváncsi leszek a PvP contentre, hogy milyen lesz, meg az új War content. Én reménykedek benne, hogy nem lesz rossz. Nagyon-nagyon reménykedek benne, hogy nem lesz rossz. Tényleg őszintén mondom, nagyon szeretném, hogy visszatérjen a szerverre a PvP és a War rendszer. Jó, remélhetőleg nagyon jó cuccokat fogtok belőle nyitni, hogyha nyitja valaki a ládát, sok sikert hozzá. Állatoldat misszió. Hát attól mondjuk lehetne jobb is sajnos, de sajnos nem ez volt a jó kör, de majd következő talán. Engedem, mert egy némi csokoládé fogyasztás így belefér. Na jó, karaktercsere vissza. Mikor lesz a kevés? Hát szerintem egy picit később, egy óra múlva kb. Látok, nem még pár óra gór. És akkor elkezdem ütni őket. Menedéken milyen a tojásdrop? Tojásdrop jó, bár menedéket annyira nem javaslom farmolásra. Tojásfarmolásra. Mivel az az egy baj van vele, hogy a misztikus láda dropja ahhoz képest nem olyan csúcs szuper. Ha így is úgyis gladi köpeny nélkül farmolsz, akkor javaslom inkább az SD4, SD3 naga kombót. Ha meg ezeket nagyon meguntad, akkor köpeny nélkül nem tudom milyen. Mert kéne még 20x5 az 100 darab. Jó, én ezt még leváltom, nincs elég tart. Akkor nem váltom, lerohadjál meg. Kap elég esélyt így is a rohadék. Viszont nem csiki lesz rajtam akkor, hanem Tino. Na mindjárt behirdetjük, hogy itt nagy voragor idéző ütések lesznek. Most ez elég sok
dolgot fog így önmagában jelenteni, hogy ez a Voragor ütés ez mennyire lesz megérős. Megmondom őszintén, emberek azért úgy némiképpen fossendáré van, tehát vannak nagyon rémhírek, hogy ilyen 100-200 ütésekből nulla lélek. Ezt azért annyira nem akarom megtapasztalni. Eddig úgy volt az ilyen lelkes megoldásoknál, ez a negyedik, ha jól rémlik. Igen, kb. Igen, ez a negyedik ilyen variáció, hogy lelkeket kell ütni. Elő Halloween eventen kind olyan közepes volt. Nem volt rossz, nem is volt jó, oké. Okay. Utána jött ugye a Mikulás event, a Sarvi lélek, az kurva jó volt, az viszonylag egyszerűen meg is lett. Karácsony eventen a Foxy lélek az beszivatott rendesen, ott bevettem a bogot így izomból, tehát ez a dupla glügylügy, ez. Na úgyhogy van 180 Voragor idézőm, ebből nem várok túl sokat, 3 lelket. Nem kell több, 3 lélek. Ugorjunk neki, mint bolond gyermek az anyjának, na üti toxik is. Gladiátor köpeny azért jött, gladiátor köpeny. Na nyomja toxik. Nem láttam egyelőre még mafu lelket. Köszönöm szépen a sok sikert, küldjétek az erőt. Nem tudom, toxik ebből jött valami? Nem tudom, jött-e valami, de ott hagyta. Vegyen fel. De mit? Hát vedd fel, hát ez tele van értékkel, de basszál meg. Gyere és vedd fel. De nem tudom fölvenni. Vissza tudsz jönni, ne aggódj. Addig itt maradok rajta. Ha véletlen valami történik, akkor föl tudjam venni neked. Egy pillanat, emberek, ezondal ütjük. Gyere szépen vissza, toxik. Kikreseltél? Vagy mi történt? Nyugi, ha eltűnik a neved róla azonnal. Jó, visszajöttél. Na, mennyi lélek lett, toxik? 2. Az jó, az jó. Király, király, na. Na lássuk. 30-akat idézek. Az a múltkor bejött. Melyikből van a legtöbb? Nem tudom. Jó, na nézzük, hogy mik vannak. Van ott köpeny. Ott egy mafu lélek! Ott egy lélek! Jó. Ez jól indul. Ez jól indul. Na lássuk. Titángyűrű, tündérgyémánt. Itt nem látok. Viszont gladiátor köpeny az jött. Jó, mert még 30. Volt piros tojás, oldat, visszió, tündér, gyémán, ma... Ott van még egy! Van még egy! Van még egy mafu lélek! Nagyon jó! Jó, jó! Jó, jó, nagyon jó, van még egy. Hú, ha még egyet kapok, akkor az kurva jó lesz. Na gyerünk! Jó, van egy gyémánt, rúd, extra fény, gladiátor köpeny, az megint van. Egész szép tételben van gladiátor köpenye. Most nem látok mafu lelket. Nem baj. Ó, kaptam még egy ilyet is. Nagyon jó. Na lássuk. Gyerünk, mafu lelket. Adjál szépen napunak mafu lelket. Ott van, ott van! Ott a földön a kurva! Ez az! Mi? Mi? 3 volt benne, baszd meg!
Mi? Mi a fasz? Hogy volt benne három? Ó, azt a kurva! Köszönöm szépen a GG-ket, emberek! Mi a fasz? És még van a 30, na meg lesz a 6. is, ami kell. Basz meg! Lássuk az utolsó adagot! Azt arra, nem gondoltam volna, hogy meg lesz az összes. Esküszöm, álmomban nem gondoltam volna. Tündér, gyémánt, szirénygyal, hogy hát most nem látok. Nem baj, hát bőven túl teljesítettük. Ember, hát ennek rohadtul örülök. Jó, hát akkor a mai streamben esélyes, hogy Mantist fogunk húzni. Sőt, szerintem Mantist fogunk húzni már most. Mert igazából mindenem megvan hozzá, kinda. Köszi szépen, Tokió. Hát most nagyon örülök. Adok buffot, persze. Egy pillanatot kérek. Behozom Moxit CH1-re. Jó, összeszedem a cuccaimat, amik még kellenek. Inni. Meg a tojáskák. Ugye minden ládából fog kelleni a 60. Jó. Akinek kell buff ingyen, az CH1-en kék mappedjen a Nyuszi NPC-nél. Gyertek ide szépen Moxi mellé. Jó, pillanatot kérek, előveszem a kis puskámat, hogy még mi kell a mantis húzásához. Veszett organizmus, vagy orgazmus? Minomapon van. Minomapon kell ezeket keresni. Azok a kis növény mobok. Jó, Ambro megvan, véletlenül a piros tojás megvan. Mythic Oldot van, most már egy mafú szintén van. Teli kosarak, még azok kellenek. Várjatok, mert nem, nincs elég tojás. Pillanat, várjatok, mert a tojással lehet egy picit fent fogunk akadni a dolgokban. Melyik karakteremen voltak? Ezen voltak? Meghozom a kedved ütögetni? Hát reménykedjünk abba, hogy meg lesz. Ja igen, mindent elcsesztem Voragorra. Jó van, Toxic, azért látom, neked is megvan már majdnem minden. Meg lesz az, de aggódj, Toxic, meg lesz az. Hajrá! Az sem megvan így, igaz. Jó, engedelmetek, akkor gyorsan összeszedem a maradék tojáskákat, amik még kelleni fognak. Piros tojásokat. Bár ezen a karakterem voltam, de legyek már debil. Farmos karakteremen nem hagytam. Ezen esetleg hagytam még tojást. Hát ez nem sok. Ez nagyon nem sok. Jó, nem baj. Este 100-as lett a katicát? Na, GG hozza. Egy GG. Jó, közben megjöttetek buffét, úgyhogy adok mindenkinek buffot. Egy pillanat, és csináljuk a mantist. Meg akkor rögtön tartunk is egy ismét nyereményjátékot. Előbb kihúzom a mantist, és akkor utána tartunk nyereményjátékot. Ennyi. Jó. Megjött macsuk is, vagy hát olyan buffért. Adok meg is, nem látom, hogy lenne rajta, úgyhogy adok. Jó. Hát ugye 11 ezer kell alapból, és hú, nem lesz elég a piros tojás. Mert a teli tojáshoz... Ja, nem 100 kell bele.
akkor mennyit? 54-et? Hát 56-ot úgyis le kell váltani. Ó, elég lesz, elég lesz, elég lesz, elég lesz. Szia, Machu Pi! Köszönöm szépen a GG-t! Ne tudjátok meg, milyen geci boldog vagyok. Húsvéti bolt, ugye itt majd kérni fogja a mafut. De itt a csodás kis mantisunk. Most még ilyen szép zöld sáska. Magamhoz veszem az aranyrudat, illetve megveszem a maradékteli tojástartónkat. Mondtam, ezeket nem fogom szerintem leütni. Ezt megveszem rúdét. Teli tojástartó, na lássuk, 280. 275. Kicsit fölment az ára. Mindegy, ami 275 ér van, azokat ebbe vásárlom. Azt beteszem ide, hogy ne össze-vissza legyen. Persze! Parancsolj, Ponce! Már is repült a buff, bocsánat, nem néztem közben a moxit. 280, ez lesz a legolcsóbb. Aha, ez lesz a legolcsóbb. Egybe volt még? Mármint? Mire gondolsz, hogy egybe volt még? Á, tényleg! Köszi! Ó, Kalisztok barát! Hello! Köszönöm szépen a raidet! Hogy ment a stream, mit sikerült elérni, Kalisztok? Akkor ezeket megvesszük. Ezeknek az árát én visszaformolom majd. De most mantist fogunk húzni. Elért, hogy többször már ne menjenek bele? Mármint mibe? Na jó. Ja, várjátok. Rud az az elmaradt. Kiveszünk 6K rudat. Inni. Meg 6K ambrót. Legalább az ambróziával nincsen probléma. Annyi van, mint a szemét. Ja, hogy autó belesed! Elütöttek, mi? Egyszer engem is ütöttek el már. Nem voltam boldog. Az embernek egy kicsit ugye, megmondtam a családfájának az édesanyja felüli részét. De, húzzunk mantiskát, ha már ilyen kurva nagy szerencsénk volt. Ez 200 tojás, 10 kosár, 1K rút. Jó. Már 2-es, 3-os, 4-es, 5-ös, 6-os. Kocsi kipufogón lett luk. Ne aggódjanak, Kalisztok, legalább jobb lesz a hangja. Idéz majd egy Sport GT autót. Nézd a jó oldalát. Jó, és akkor most már csak egy mafu meg egy mitik oldat kell. Apropó mitik oldat, hamarosan sorsolunk nektek egy mitik oldatot. Húsvéti boot. Kell egy mafu. Yes sir. És egy mantis fejlesszük. És 10-es lett a mantisunk. Még erősebbek lettünk. Most ilyen nagyon szexi kék, rózsaszín, türkiz, zöld, pink. Na hát, ilyen lett. Amúgy tök gyors. Nem is gondoltam, hogy ilyen gyors, nem használtam eddig. Extrába 120%. Szörny elleni erő, 40K TP, 2 vérontás és 2 szöndef. Pöpec. I like it. Mert a gyűjteménybe. És akkor még egy szem mafu lélek az, amit
be kell szerezni. Köszönjük szépen a GG-ket. Ezt az egyszer mafulelket már valamilyen úton, módon be fogom szerezni. Most már nem kell annyira ráfeszülnem erre a tojás dologra, bár azért még kell farmolgatni szépen. Jó, hát még úgy látom, Rúd is maradt meg. Nem 6K kellett ezekből? Ó, hát azt hittem, hogy ténylegesen a kipufogón van Kalisztok, ez inkább a kipufogó feletti borításon van rajta. Azért ez nem mutat valami szépen. De hát ez nem is javítható, ez szerintem csere lesz, 1-1. Várjátok, most én vagyok a hülye, vagy ez tényleg nem 6000-et kérte el? A Ambróból meg ezekből. Ám illetőleg 6000-et kellett volna elkérni, aztán lehet, csak én vagyok debil, sőt biztos egyébként, tehát ez benne van bőven a pakliban. Ja, hát akkor meg pláne, tehát értem én, hogy mi aggodalmadnak fő oka. Egyébként most kíváncsiságból üres kosár, az mit ír? Hát hülye, nincs is rossz ára. Ezzel elgondolkodok, hogy ebből majd adok el üres kosarat. Na most ugye lett üres kosaram még a farmolásból, Ashrine farmabból. Aztán majd meglátom, hogy mit fogok belőle kiszedni. Hú, de ennek az öt pafú léleknek kecire örülök. Oké. Akkor csinálunk egy más jellegű dolgot. Ígértem nektek egy sorsolást, azt gyorsan meg is csinálom. Mitik oldatot nyerhettek? Jön Kázi, elférne a zsebedbe? Ne aggódjatok, lesz még Kázi sorsolás is. Na jó, lássuk, hogy az MV Discordon a sorsolás bot az most úgy dönte, hogy egyből ki tudom majd sorsolni. Jó. Úgy tűnik, hogy kiment. Emléletileg lehet is rá jelentkezni, gyakorlatilag is már megindult a számláló. Mitikus oldatot lehet nyerni. Hozzáteszem, hogy ezt a mitikus oldatot Lavinak köszönhetjük, úgyhogy innet is Pacsi Lavinak, és köszönjük szépen a mitikus oldat felajánlást. Jó. Akkor bevonaglunk addig sivatagba. Ütünk egy-két tojáskövet. Sok szerencsét mindenkinek, de inkább neked, hát igen, szamurál. Ez így szokott lenni, hogy azért sok siker természetesen mindenkinek. De az emberben mindig ott botoszkál, de azért én nyerjek, ugye? Itt egy Ronin, hát őt azért nem hagyjuk itten. Beakadtam a gyökérzetbe. Na most, az a helyzet, hogy van elég sok ilyen piros tojás festékem. Ezt vélhetően túlnyomó többségében off-stream le fogom ütni. Sivatag kötőjel SD 4 kötőjel ork. Úgyhogy ezeken a mapokon majd fogok ütögetni. Magadba akadtál be, úúú, Kajosin. Micsoda multi beszólások voltak ezek, te. Rágja meg a kis féltökű kis zacsikádat. Jó, hát a korsót, kosarat azért adja legalább. Na lássuk, hogy mit fogunk azért találni, remélhetőleg találunk egy-két tojáskövet, Siviben is. Mm-hmm.
nagyjából kiismertem a spotokat, ahol lehet, úgyhogy kicsit célirányosabban tudok most már rájuk menni. De természetesen, hogyha van meteor iránytű, az megkönnyíti a... Ó, hát itt egy brigla, hát gyere csak ide, ifjú barátom. Jó, még lényegében akkor szerzünk egy mafubabát. Ezen az eventen, hát azt azért már röhögve igazából meg tudom csinálni, tehát ha akarom, most összerakom azt a mafut. Nem ezen fog múlni a dolog. Hoppa, azért a sarokba nézzek csak be. Na, ott is lehet. Na, itt vajon ki farmol, csak nem Tokió. Ezt most esküszöm, megnézem, hogy ki farmol itt, de nagyon gyanús, hogy Tokió. Ő szokott itt hardcore-ozni. Ez kokó. Pedig ma azt hittem, hogy ismételten Tokió barát itt nyomja keménybe az ipart. Jó, hát itt nem volt. Jó, többi célján akkor használunk már el... Mi a fenét? Iránytűt? Vannak ilyen... gyere csak. Szóval vannak ilyen közelebbi területek, azokat végig szoktam nézni. Spórolás meg egyszerűség jegyében is egyaránt. Spórolunk ugye a meteor iránytűvel, mert azért ez is véges. De ugye stream elején láttátok, befejeztük a 2 órás ásványkövet, aminek az egyik nem titkolt célja az volt, hogy még meteor iránytűkhöz jussak. Úgyhogy nagyjából egy olyan 200 töltéses meteor iránytű azért még rendelkezésemre fog állni, bár valószínű, hogy az inkább az ork pályán lesz elhasználva. Jó. Na, itten nem volt, úgyhogy azért megnézzük, hogy van-e a mapon. A mapon van. A mapon van erre, úgyhogy sejtem, hogy abban a kis sarokban lesz itten. Nem, akkor viszont itt hátul a sziklák mögött. Ah, igen, de ezt pont leütötték. Shit. Nem baj, remélhetőleg találunk itt majd még egyet-kettőt. Van, igen, erre, ebbe az irányban van. Ami azt jelenti, hogy itt is lehet, meg itt is lehet, de nincs, úgyhogy... Esélyes, hogy itt a sarokban van? Vagy itt felül? Akkor itt felül lesz. Ott van. Jó, azért csak találtunk egyet. Menedék, egy gladiátor, köpeny, egy szint. Oh my god! Azért ott a... az XP bónuszok ki vannak maxolva, nem? Hát gondolom van jelmez, szárn, kázis, meg gladiátor, gyűrű. Jössze, mehetünk tovább. Oké, és Krisz, azonnal megyek, és átadom a jutalmadat. A nyereményedet. Azért sivid gyors végigpásztázom, hogy van-e még valami. Van erre, ebbe az irányba. Itt a hegyeken, völgyeken túl lesz valahol valami. Úgyhogy annyira nem egyértelmű számomra, hogy itt most ebbe a sarokba van-e. Igen, itt van. You spin me bright eye. Nyomjad neki! Fussák a csak az aszterbe, körbe, karikába! Nyomjad neki! Adjad a kövérgázt, a kurva szállat! Azaz, basz meg! Nézd meg, körbeautózza! Hát körbeautózza! Bocsánat, elragadtak az indulatok. Okay. Jó, most hogy rám jött az 5 perc és megmutattam, hogy mennyire meg tudok bolondulni, így üssük le a tojáskövet és... lássuk, hogy milyen csodás dolgok lesznek benne. Ja, amúgy többször elszok... Nem vagyok jó kajosi... De jó volt a... Hát azért megérte ilyen köretet adni neki, tehát akkor...
Tanulság, ne járjunk esőtáncot a tojáskő körül, vagy ilyen akármit, amit elműveltem, mert szar lesz a dropja. Szép. De gondolom nincs is tett tojáskő már itt lent. Feltételezem nincs, de majd átadjuk a nyereményt Krisz barátunknak. Mács Mafia megtekintés sorozatok. Köszönöm szépen! Jó, aki esetleg eddig lemaradt, oldat sorsolás megy éppen, Labió voltából. Van még 7 percetek rá jelentkezni. Na jó, adjunk át 10k KZ-t. Hova raktam őket? Ja igen, kiraktam raktárba, mert Ember mondta, hogy kapunk még gyűrűket. Itt is a Talion Ranger karakter. Azt hiszem erre kérte Krisz, de azért megnézem. Talion Rangerre. Yes. 10k Karzium az úrnak. GG neked. Jó. Nézzünk szét akkor egy picit még tojáskövekre vadászva. Már azért mégiscsak szerintem izgalmasabb, mint mobokat grindolni. Azt úgy is megteszi mindenki saját magának, akkor legalább streamben ehhez legyen. Mondjuk az se hátrán, hogyha az adott karakternél van felszerelés természetesen. Most már visszaadhatom a karakteremnek a cuccait. Végeztünk az ásványjal. Azért ebből is jött egy-két 9-es kő. Őszintén remélem, hogy majd a fő... Várj, ez 47? 47? 47? Anyám, ez kurva jó kör volt. Így... Ezt... Oh. Fasza. Tetszik. Jó. Azért öltözzünk fel. Egy bértet fölhanyítunk. Miért? Az aurát azért visszamelezik, még mégiscsak számít. És nézzük meg, hogy menedéken van-e egy-két rejtőzködő tojáskő. Remélhetőleg van. Van. Nagyon jó. Szeretem ezt a karakterem egyébként. Ez annyira pikáú sikerült, hogy a... Hogy simán lebírja a köveket mindenféle se pallér, se semmi nélkül. Ja, mondjuk egy kő az nem egy olyan nagy kihívás alapvetően. Csak egyedül a menedékes kő sikerült kicsit félre, szerintem, mert orkos cuccokat ad. Amivel a menedékes karik azért eléggé komolyan megszenvednek. 8 rudat beduplázott. Ó. 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 De jó. Jó. Ez 4 tojáskő per CH eddig. Tetszetős. Tetszetős. Azért ebben jó pénz vanna, hogyha az ember tojáskövezik. Jobban élvezem, mint mobokat grindolni. De még fogok mobokat grindolni, véletlenül sivatagban majd, amint lesz úgy szabad spot, valószínűleg még akár ma. Há, itt a Nikó barát, de itt lépkedj a szinteket. Négyszázkal köpés jó vagy szar? Attól függ, mire nézed. Hát bajnok, meg lett nekem is most már az öt. Jó, azt Dominika leüti. De pedig keresünk toi követ. Az az érdekes ugye a toi kövekben, hogy ezek tényleg nagyon random időben spawnolnak le. A spot az már annyira nem random, tehát azt azért meg tudtam tanulni nagyjából,
a gyakran bejárt mapokon, hogy hova tudja őket leszpónolni. De az idő az tényleg nagyon random, azt nem tudom egyszerűen belőni. Tehát nem, valószínűleg abban is van valami logika, hogy mit, hogy, meg hogy spónol, de teljes logikát azért azt megfejteni, az kurva nehéz lenne. Minó Meteorra, 400k köpés. Hát, az nem olyan sok. Amúgy szerintem, bár... Nézd, ez attól is függ, hogy mennyire van kész ugye a karaktered, tehát... ettől csak többet tudsz csinálni, hogyha szerzel szépen még mountokat, optolgatsz, húzod a cuccokat, stb. Azért az alapul majd, ne aggódj. Nem lehet egy MV2 online kifarmulni egy hét alatt. Sikerült beragadnom a vízbe. Szia, Magy idósa! Alapvetően az összeset, kivéve a 155-öset, mert az bagos, úgyhogy azzal nem tudsz mire menni. Jelen pillanatban nem spawnolnak bele az ásványok, de azt teszem, amit az összeset megéri. Ha meg ilyen extra jót szeretnél, akkor 195-ös, 115-ös és 260-as, ezek a legjobbak egyébként. Szerintem legalábbis, én ezeken bírom a legtöbb profitot átlagban kiszedni, de... a többin is lehet egyébként szépen formolgatni. De mondom, én ezeket szoktam főként nyomni, ezek érik meg nekem a legjobban. 235-ös milyen? Aztán nem nyomtam sokat a 235-öst, mikor nyomtam, az nagyon-nagyon régen volt, de hidd el, nekem megéri. Hidd el, megéri. Tehát... nem volt soha olyan ásványkő farm mappom duplázóval, ami nem érte meg, tehát soha. Autopot érdekel? Nem köszi, de rengeteg van. Egy pillanatot kérek tőletek, türelmet, ugyanis... CL4-en vagyok, jó, CL4-re visszahozom a Phil karakterem, illetve kikukázom a cuccokat, amik nem kellenek. Ó, legalább bőven 200 felett van most már ez is. Annak örülök nagyon. Jó. Gyors rendet rakunk egyébként. Spártai? Hidd el nekem, én nyomom offstream, de igazából szerintem az a téma nem érdemel többet. A lényeg, hogy akinek kell ugye a batyú vagy a batyúból az item, az úgy is fog farmolni. De például itt van Koku, szerintem ő már azért több ezer rudat elköltött köpenyre, de erősíts meg ebbe, vagy cáfolj meg, és hogyha ő is úgy tapasztalja, hogy megéri, akkor pedig megéri. 260-at hányos karival nyomom? Ezzel a karival nyomom. Szia, Lee Christmas! 270-essel nyomom. Panda nyert. Ráírunk akkor pandára. Köszi szépen, Tokyo, hogy szóltál. Jó. Pandát ide hívjuk. Maradjunk egyben, hogy te farmod, de ma leghatékonyabb. Nézd, 100 darab gladiátor köpeny, az jó volt. Nem tudom, hogy egyébként tudom, hogy ezt a videó miatt mondja Spárta is, mert ez haláli egyébként. Brint belekeverte az időt, hát... egyébként 100 darab gladiátor köpeny nem egy óra alatt nyomok el, tehát sokkal kevesebb idő volt. Csak
Nyilván, mivel nem számított nekem az az idő, 100 darab gladiátor köpeny tényleges rútbeli értékének megfigyeléséhez, ezért nem foglalkoztam vele. Nem se többek. Jó, a 8 rúdas batyút azt tudod miért számoltam 8 rúdnak? Minimum érték. Én általában ilyenkor minimum értékeket veszek, mert az szerintem a lényeg, hogyha történik valami piacbeli változás, akkor a minimum érték az tudja tartani azt, ami lehet később egy piac változás esetén a maximum érték, és akkor ahhoz mérten. Tehát én így szoktam nézni, mindig a minimum értékeket veszem, amennyire tudom. Azt, hogy most ez a 100 darab gladiátor köpeny pont ennyi itemet adott, hát pont ennyi itemet adott. Van, hogy többet ad, van, hogy kevesebbet természetesen. Most azért várom, hogy a srác az megérkezik-e a közben a nyereményért. Ja, amúgy hidd el nekem, nyitom én is. Jó, meg is érkezett. És ismételten köszönjük szépen Lavinak a felajánlást, nem tudom jelenleg itt van-e. De amúgy tudom, az összes ilyen ládát jobban megéri nyitni. Szia Krylex! De az már annyi változó lett volna, hogy a videóban nem akartam ezeket a változókat beletenni. Én azt akartam tudni, hogyha kifarvulod 1/1, mi az eredmény, ez volt az eredmény. Nekem, mondom, ez változó, tehát van, hogy több vagy kevesebb item jön ki belőle, persze. Ez természetes, de a lényeg, hogy megéri. Akarok farmolni Shivibe? Majd offstream farmolok Shivibe, most egyelőre nem szeretnék. De lehet, hogy a mai streamben még fogunk farmolni ott. Sőt, valószínű. Épp a cuccaimat itten kidobálom, mert elég szépen sikerült megtenni mindenféle jósággal és kevésbé jósággal. Már több ilyen cuccot nem gyűjtök, tehát azért lófasztak is van egy határa. Meg egy vége. Hát kinda sikerült. Jó, a rudat azért berakom a gold úrba. Hát ezen nem új a spártai. Hogyha valakinek kell olcsón tojomány, akkor spártai neve alatt gold úrban megtalálható. Ez a beszéd spártai, köszönöm szépen a szkolt. Ekkor egy kis sörrel. Szia bagoly! Ruszni mennyiben megy kb? Olyan 15k rút plusz oldat. Nagyjából. Jó, azért 40k fölött vagyok. Még megteszi. Fejfedőkét bármit megadtál volna? Kell fejfedő? Annyi van, mint a szemét, ne basszál meg, adok annyit, amennyit akarsz. El van rakva egy csomó. Nehezebb időkre. Ja, hát mindegy, gyimátomat azért még árakom. Legyen szépen helyén. Oké. De az drága. Hát tudom, 0,1 rút, kivéve a varimát, az 0,3. És no joke, van, aki megveszi. Bocs, rossz karaktert hoztam. Azt hallott, Kohu? Azt láttam. Én egy darabig esküszöm, csak azért néztem vissza menedékre, hogy misztik ládákat felszedjem a földről. Nem tudom, hogy ez a csávó az ott úgy mi volt nála az elképzelés. Meg hogy farmolt. De mondom, én legalább egy bő fél órán keresztül így 5 percenként visszanéztem, hogy összeszedjem tőle az izéket. A misztikus ládák. Hát a misztikus láda az amúgy meg tök szarul esik. De akármilyen ládát veszünk alapul, ahhoz képest a misztik láda dropja fos.
Hát mondom, bassz, meg ingyen Mystic Lade, tehát te hülye lennék valamit nem oda vinni, bassz. 5 percenként visszanéztem. Igen, Mucsiról, lesz még portál hamarosan. Egy gyors kis rendrak... Ah, sajnám, picsajnám, viccelje rendetlenség mindig! És érted, van itt nálam minden fos, húgy, személy, cucc, ami esküszöm, nem tudom, hogy miért van egyáltalán raktárba. ...12600 misztikus ládát farmoltál. Meg nem csinálnám utánad, az biztos. Várjál, tudunk egyet trükközni. Ezt kivesszük. Ezt beveszünk. Inni. Jó, hát ezeket majd úgyis ki fogom sorsolni, ezeket a kázékat. Ez is például, ezt valami nem szereti egyberakni, nem tudom miért. De majd egyberakjuk így. Én most per pillanat arra álltam rá, hogy amikor úgy van kedvem meg időm, azért beficzenek néha-néha napján sivatagba farmolni egy kis batyut. Tehát azért is néztem meg főként, ez volt az alap indítója. Egyrészből, másrészből az, hogy emberek mondták, hogy nem éri meg a gladiátor köpenyt megvenni. Hát én úgy voltam vele, az én megnézem. Mindig van egy belső olyan, ami mondja, nyisd ki, sosem tudtam 100 misztik ládánál többet összegyűjteni. Naga profitos. Alapvetően mindegyik profitos. Ezt egybe fogja rakni? Kérdéses, meglátjuk. Jó, az ilyen egyéb hülyeségeket, azokat bedobom ide. Jó, ó, bocsánat, mindjárt végzünk a pakolással, meg ilyenekkel. Tudom, Bagoly, láttam azt a spotot, többen már azért használták, láttam. Én megmondom őszintén... Nem akarok gladiátor köpenyezni mondjuk Nagán. A kígyóharcos láda azért annyira nem mozgatja meg a fantáziámat. Orkon, illetve sivatagból szívesen megveszem 20 rudér is akár a gladiátor köpenyt, mert esküszöm SD4-től már hányok. Hiába, hogy tudom, hogy tojásból sokkal többet kiszedek. Mikor várt a portál? Kuntum, mindjárt lesz portál. Éppen hozom a karakteremet és visszaadom a cuccokat. Majd akarok csinálni event végén, mikor már nem ütök több tojáskövet, hogy összesítem, hogy mi jött direkt a tojáskő formulásból kb. Úgyhogy mielőtt elmentem ásványozni, kizúgattam minden cuccomat erre a filmkarimra, amit egyszer csak lehetett. Ezt visszaadom most magamnak. Igen, hát ismételten dzsuva-dzsuva hátán. Jó itt Kokó, hogyha mész, jó pihenést. Jó, még egy pár cucc maradt. Köszönöm szépen, Panda, sok sikert neked a jó mount vásárláshoz. Vagy elhasználáshoz, az oldathoz. Gratula még egyszer. Mennyi pontot csaptam a gyűrűmbe? 363-at, tehát még nem olyan sokat. Eddig nagyon nem farmoltam olyan sokat, mobokat, én inkább tojást keveztem. Jó, ez megvan, tehát ez így pont pepec, és akkor én amondó vagyok, hogy érkezzen lassan portál. Bagoly, te azt megkütted rendesen. Mondjuk, aki SD4-be formul, az esélyes, hogy sokkal többet ugye bele tud tenni. Mert ott több a mob is. Értelemszerűen.
Közben én megnézem, hogy a másik karakteremben van-e elég tojás, hogy azzal is bejöjjek. Portálomból. Mennyi? Ó, van rajta bőven. Oké, szuper. De emberek, mindenki kész egy kis portálkára? Kicsit sincs hányingered? Na igen, Bagoly, ez a másik meg a fő indok, hogy miért nem SD4-be ütök. Hányingerem van az SD4-től, és aki azt mondja, hogy a gladiátor köpenyből nem éri meg a 20 rútból elmenni farmolni, egyrészt megmutattam, hogy tényleges számisztikai értékek alapján bőven megéri, a másik, hogy én sivatagban még mindig a gyere macsupi adok neked 250 tojást, ezen nem múljuk. Hát Yugi Poker alapból van 10 perc, mire be tudsz jönni. 250 tojást összefarmolni, az most nem egy nagy durranás. Tész csak pacsupi, tessék, kapsz. Adjál toást, nincs elég toás. Már csak 100 tojás kell. Mióta kell 100 tojás? Ja, csak neked kell 100 tojás. Jó, hát várunk, akkor egy-két percet tette. Nem leszek szőrös szívű, többen írjátok, hogy még várjak egy-két percet. Addig megnézem, mennyi a full élek. Mely lett ilyen drága? Eddig 13-14 karúról. Hát gondoltam, hogyha most egy ilyen kb. 12 karúr, akkor bánya faszom megveszem, akkor nem szarászok vele. Neked meg gyűrű kéne? Hát figyelj, hogyha az utolsó 3 napra veszed ki is a gyűrűt, még akkor is bőven profitos. Hát én nem tudom, hogy mivel vittem fel az árát az addig, hogy ütöttem, tehát én azt elhasználtam. Pont Kalisztok kirakott egyet. Jó, hát akkor esélyes, hogy farmolok, amúgy is farmolok, és akkor kiütöm ezt az egyszer ma full elket, tehát remélhetőleg kijön. Ha 30-ból kijött 3 ma, akkor... a 180 per 5 ma full élek az jó volt, no? Jó volt, no. Tényleg amúgy mi a cucc? Ivo. Nem jó. Sokat toás. Jó, most... megpiszkálta a fantáziámat valami. Piros tojás. Mit ér a piros tojás? 2,2. 2,2 rút. Hmm. 2,2. Az 5,30. Jó. Na srácok, közben elkészültetek egyébként, mert hát a portál, amúgy is van egy 10 perc delay, amíg be tudtok jönni, úgyhogy... Nantus mondta, jó biznisz és elúszott 60k tojásod, így csődben vagy. 900k rúd mínusz. Na emberek, a portált elindítom. Lesz 10 percetek úgy is bejönni. Mert emberek? Persze, Vityó, ott van a mok... várja, nincs ott Boxi. Akkor Boxi mindjárt CH1-en a nyuszinál lesz. Jó, nyomom a portált, emberek. Event rendezése. Igen is, kapitány. Ó, ki lakik oda, lett kitrejt a víz.
Jó, játékosok felét elrejtjük. Felülünk a kis kedvenckénkre. Bocsánat. Hurmi baba. Van, aranyos ez a hurmi. Jó, pingelem a portát. Mux jött-e kurva? Nem, Mux ez mindenki kurvája. Elnézést kérek szépen, tehát azért kezeljük helyen a dolgokat. Portál! Jó, DC-n lepingeltem a portál. És akkor ide is kiírom, hogy... Portálka, szép, csillog és fényes. Yummy. Itt a Kalisztó baba. Már leszek Moxival? A Nyuszi NPC. Most lép be. És közben hozom a másik karakteremet. Kecske tollat kérek szépen. Yes, thank you. Ezek a fantasy kecskék, ezek tollasak. Van egy olyan karakter, Big Banana. Nem is tudom, mire asszociálhattál egyébként ezzel a névvel. Szívesen a buffot, Big Banana. Egy gépről két akkabba lehet menni? Igen, hogyha időben ki tudsz váltani kecsketollat, de ezt a sportál előtt meg kell jósolni. 10 perc a delay. Perc ugye a delay. Ezt akkor tudsz esetleg... Köszönöm szépen, Bled! Skol! Akkor tudsz esetleg... a... két karakterrel bejönni. Hogyha ott vagy streamen, és akkor mit tudom én, a streamer mondja, hogy 5 perc múlva indítom a portát, és ez be is következik, akkor megveszed előre a kecsketollat, ami valljuk be rizikó, de benne van a pakliba, hogy utána eltelik 10 perc, és veszel még egy tollat másik account, akkor be tudsz. Nem tudsz idézés előtt kivenni tollat? De szarra múltkor még lehetett. Vagy lehet azért, pont lehet ezért vették ki. Igen, lehet, ezt említettem Rejszéknek, hogy volt egy ilyen, ezzel lehetett játszani, múltkor azt hiszem ez működött. Tudom, Kuku, én is ezt csináltam a múltkor, mikor úgy volt. Azért mondom, hogy ez működött, azt most nem próbáltam, ugye? Ezen az eventen, hogy működik-e ténylegesen, azt hittem nem vették ki, bár mondom, emlékeim szerint említettem Rejszéknek. Hogy jutsz be? Kell hozzá egy szigi gyűrű. Egy ilyen szigi gyűrű, meg kell venni az NPC-től, és hogyha van ilyen gyűrűd, akkor 250 piros tojásért az NPC-től megveszed a kecsketollat, és már is bent vagy a portálon, csak bele kell kattintani. K-ba Helgor hívót venni? Gyanús nem. Helepro, köszönöm szépen a követést, illetve az előző követést nem tudom, megköszöntem-e. TRK Tamás, köszönöm szépen neked is természetesen. Milyen kis cseles az úr? nem, ilyennel nem játszunk.
mennyien vagyunk amúgy ténylegesebben? Folyamatosan jönnek a hölgyek és az urak. A felét mondjuk áráltam. Azt vettem észre, hogyha felét áráltam, akkor sokkal kisebb a valószínűsége annak, hogy kikressel a game. Zsíros kenyér szintén csak nagyon jó név. Jorin a 144 hát, és lassan megvan minden. Mm. Igen, bizony. Szépen halad. Nekem most van 128, 129 lesz a mafuval. Hát lassan akkor ki kell pakolgatni a filmmountokat, hogy maradjon szép lila. Nem tudom, ez a lila szín nekem annyira tetszik. Lehet én még azt is bevállalom, hogy ez ilyen... Az olyan mountokat, mint ez a... Ez a 7%-os csipe, de ezek az alappepések, lehet ezeket kirakom, hogy minél tovább legyen lila ott a nevem mellett. Meglátjuk, nem tudom, nekem annyira nem tetszik, hogy ott a rad sárgával írja. Ez a lila, ez így nagyon jó fasz, ez patent. Nem azért egyébként, alapból szeretem ezt a lila ilyen árnyalatát. Mennyitől is lila? 100-tól talán? Köszönöm szépen March Mafia, Skull! Nem 100-101, lehet. Ezt miért akarod nekem adni? Köszönöm szépen, nem kérek tündér gyémántot, van nekem is. Sok, nem akarom lefarmolni most. Már csak 11 mount, hogyha jön a body. Meg lesz a Skalisztok, ne aggódj. Nyomod keményen. Hogy állunk pontokban? Hát nem... gondolkodok, hogy ma még elnyomjak egy portált, hogyha kihűlik, de lehet, hogy ma már több portált nem csinálok. Esélyes, hogy több portál ma már nem lesz. Részemről legalábbis. És... ma is egyébként picit hamarabb megyek, pihenek, hogy kicsit a bioritmusomat rázzam helyre. Na, Bladnek is van mafu lélek, szintén 18 kármút ér. Ne aggódj Mark egyébként, hogyha szépen kitartan nyomod a játékot, akkor szépen lassan azért meglesznek azok a mountok. Remélem nem lesz portál. Tétekről ma lemaradtam mind a kettőről. Azt hiszem, vagy egy portálatok volt ma, vagy kettő? Ne, a 157-es Alsványmapra nem menjetek, azt mondtam is, az bagos, nincsenek rajta kövek. Bagos, ez az egy, az bagos. Instead portál se lesz, labanc se lesz. Krisztián, hogyha így jártál, akkor írjál majd egy ticketet, és szerintem segítenek a problémádon. 165-ös akkor nem tudsz, hát nem, most jelenleg nem. Ha megkérdezzük Nikót, Nikó, terveztél ma indítani portált? Azt hiszem neki pont van is pontja, de lehet, hogy megtartja majd streamre. Indítottál máma, jó, hát akkor valószínű, hogy... jó, hát akkor valószínű, hogy Nikónál nem lesz. Valószínűleg megtartja a streamre magának.
közben meg is jött, és nem crasheltem ki. Addig gyorsan eltüntetünk mindenkit, amit elkezdik ütni, ígni. Hatkozom a kivehényben! Hát figyelj, Kalisztok, hogyha szeretnél ilyen jellegű szolgáltatásokat, akkor nagyon jutányos összegét egyébként olyan viking alkokat tudok az emberekre rászólni, mint a kurva élet. Alapszintű sámán kézikönyveim vannak. Ha nagy leszek, sámán leszek. Ó, jó kis fekete gyertya. Viking metált a népnek? Bagoly, ha minden jól megy, de akkor, hogyha most előtted a poént, akkor... Akkor mondom, véhetően holnap zenés stream lesz, vissza nem nézhető, csak ugye Twitch-en. Milyen hátas sorsolok ma ki? Fekete csibe. Még a rejszapánk adott nekünk egy fekete csibét. Fekete bika patát, ami kopog a Pepita kövezetén. Esélyes. Hallod, Bagoly? Azt már Labanccal régen-régen leduetteztük, úgyhogy nekem az már nem meglepetés. Az már megvolt. Az... Jelentem, az... Azon túltettem magam, amennyire túl lehetett. És el is énekeltük. Duetba. Azt hiszem még valaki külön bekért egyszer nálam is. Nem zárkózok el, mondtam attól az ötlettől, hogy majd összegyűlik az összes ilyen nagyobb content creator, és akkor együtt valami nagyon csodálatos magyar népdalt előadunk kórusban. Varga Irént? Hát ha nem kell meghallgatni Varga Irént, akkor nincsen baj, eléneklem, mert az... Most érted... Szarabb attól szerintem nem tudok lenni. Egyébként emberek, most így kíváncsi lennék egy véleményre tőletek. Nyugodtan csetet lehet spamelni. Van-e elkém egy olyan gondolat, a múltkor felvetettem Labanc streamen, hogy mennyire lenne igény egy olyan jellegű stream kvázi sorozatra, köszönöm szépen, közben kis guzs van, szkol. Ami ilyen Game Day néven futna. Mit tudom én? Napon összeülünk egy nap, valószínűleg hétvégén 6-8-10-12 órás streamre, és ez idő alatt minden fél évvel játszunk, amivel éppen úgy van kedvünk, vagy éppen úgy van lehetőségünk. Egy kis NV, egy kis C2, mit tudom én, egy kis Fortnite, most csak mondom a gémeket, nem biztos, hogy ez lesz, mit tudom én, Minecraftozunk majd egyet, akármivel, akár Elder Scrolls Online, tudja tököm, mindegy. Lényeg a lényeg, hogy lesz egy ilyen egész napos kvázi bánatom stream, és akkor ott mindenki jelen lehet, és ha úgy adódik, akkor közösen játszhatunk. Tehát nem single player játékokkal fogunk akkor játszani, hanem összeülünk, Mythic Worldot, ó, Kalisztok, GG. Na, vagy például Among Us, igen, vagy ami megvan nekünk most még, az Among Us-tól kicsit könnyen, mert ezt nem kell megvenni, az a kacsás játék, Goose Goose Duck, akár.
mondom az ilyeneket, vagy forestezünk egyet, vagy Seven Days-ezünk, vagy tudja bánat. Mennyire lenne egyébként részletekről igény ilyenre? Mennyire néznétek egy ilyen streamet? Kajosin veled 2 órát játszok. Többet nem. István! GG a Gotihoz! GG! Azt mondja Machu Pi, ajaj, kinyitottam, de gondolom az áldást. Na, alapvetően úgy látom, az embereknek jól hangzik. Mitikus. GG! Gladiköpi, nem panaszkodok. Helyes, az jó. A Gladiköpi az jó. Extra titán gyűrű. Az annyira nem jó. 10 tündérpor. 3x3 goti. Aha, faszott Kajosi. Az. Az a 3x3 goti. Te vagy már egy goti. Mikor szoktak portálozni? Hát hétköznap szerintem többnyire délután, mert ugye az összes content creator nagyjából délutánra ér rá. Meg gondolom mindannyian dolgozunk. Aztán ilyenkor van rá, úgymond idő. Ez tojáskövetűt? Igen, tojáskövetűt. De vovozni én például szerintem az életben nem fogok újra vovozni. Én próbáltam, többször nekiugrottam a vovnak, nekem annyira őszinte leszek, nem jött be. Én, hogyha választanom kell a jelenlegi top kategóriás nemzetközi MMORPG közül, akkor Elder Scrolls Online, vagy akár Black Desert Online, de nem szeretnék vovozni. Nem kapott el a flow. Maga a story, meg maga a játék teljes világa, története abszolút nagyon best, de játszani nem jön, hogy játszok a WoW-val, nem élveztem annyira. Én amivel játszottam és nagyon élveztem, csak igazából főként idő hiány miatt, de engedtem el egy időre, az az Elder Scrolls Online. Nekem addig az volt a legjobb ilyen nemzetközi MMORPG game, ami leginkább tetszett. Valószínűleg azért, mert maga, rendben Koko, mondom, valószínűleg azért, mert egyébként az Elder Scrolls világa az nagyon-nagyon-nagyon közel áll a szívemhez. Persze, hogy Kajosi, te is nagyon közel állsz a szívemhez, és nagyon tetszel is. Ez most már mutatott valahol ide. UCM-es húzáskor töri? Igen, törheti. Igen, a Skyrim például. De mondom, maga az egész lore az, ami nagyon magába szippant az Elder Scrolls. Mint olyan, mert ugye ez eredetileg egy könyvként jelent meg. Hol a tökönben van az a húsvéti kő? Ha valahol ide mutatott. Vagy ma valaki leütötte. Mi a fasz? Én a Skyrimet egyébként 2-szer is végigjátszottam. Alapvetően nem szoktam egy játékot 2-szer végigjátszani, vagy 2-szer végig tolni. A Skyrim azon kevés játékok egyike, amit végig toltam 2-szer. Illetve összesen 4-szer elkezdtem. De valószínűsítem azt is, hogy mikor majd megjelenik az Elder Scrolls 6, majd 2-3 év múlva, esedékes, hogy akkor ismételten végig fogom előtte pörgetni egy ilyen kurva nagy rásba. Fuf! Rotha! Ikonikus, igen. Oh, hogy degeci vagy, kukú! Amúgy igen. Hát... Volt annál rosszabb fej is egyébként.
halat oldott misszió, és meg is duplázta. Na bozz meg. Mondjuk az nem rossz. Állat oldott missziókból fogok egy jó adag rudat kiszedni. Ebbe egész biztos vagyok. Ja. Nem, az a titántotem egyébként kikészített, főleg a magmás kőzet, meg ez a runatáblás, tehát az megette az idegrendszeremet ott. Nem vagyok az a fajta, aki így kurva anyázik, vagy mit tudom én, ott azért elsült egy-két kurva anyát, de azért természetesen videóból kivágtam. Ez csak egy ilyen kis kulisszatitok. Tehát nem vagyok ideges fajta, tehát azt magamról legalább el tudom mondani, hogy az évek alatt sikerült olyan szinten lenyugodjak, hogy videójátékokon annyira nem baszom fel magam, tehát nem vagyok idegbeteg, mint Vardó mondjuk, nem akadok ki, vagy ilyesmi, de ez a Titán Totem azért úgy nem esett jól, mikor pont azokat a cuccokat tört, amik abszolút a legdrágábbak. Jó, mondjuk egyedül a lazúrkő, azt nem mondom, azt. Az sikerült. Nem sikerült volna, mondjuk nem lett volna akkora nagy tragédia, az sem, mert volt egy tartalék, de ugyanazon az egy tartalékon kerestem egy kis rudat. Hoppá, ez itt még egy lesz. Mondom, újabban egyébként már Chaves 2-ben se idegbetegeskedek. De mikor mondjuk nagyon pofátlanul csalnak, meg még a csapattársad is egy hisztis picsa, akkor megmondom őszintén, ott még egy-két szép szóval szoktam illetni. Gyere VT-zni. A VT a World of Tanks-ezni gondoltad? War Thunder. Nem az én világom. War Thunder nem az én világom. Szevasz dupla D! Hello! Nem, War Thunder nem az én világom, meg... Próbáltam ilyen második világháborús gémeket, mint mondjuk a Battlefield. Nekem van is két Battlefieldem. Úgyhogy mondom, hogyha lesz ilyen Game Day, akkor akár mehet a Battlefield game is. Ezért rá. De valahogy az ilyen World of Tanks, meg War Thunder, meg ehhez hasonlók valahogy úgy nem mozgattak meg úgy hosszú távon. Ilyen próba erejéig nem mondom, hogy nem, de biztos vagyok benne, hogy nem ilyen hosszú távú dolog az a játék számomra. Egy-két órát elökörköd, akkor már inkább Fortnite-oznék. Tehát érted, ilyen szinten vagyok az ilyen gémekkel. League of Legends-el? League of Legends-el játszottam, de keveset, mert alapból a MOBA, mint játékstílus nekem nem fekszik. Nem élvezetes számomra. Megértem, akinek az, tehát nem szólom le, nem azt mondom, hogy a LOL ez fos, nem. A LOL az egy jó játék, de nem nekem való. Eddig a... Képzeljétek el, megmondom nektek a legjobb performance-t, amit ever nyújtottam videójátékokban, és meg fogtok lepődni, mi az a videójáték, amit 1-1 top lettem. Tehát úgy értsétek, hogy letöltöttem szépen a játékot, elindítottam az első meccset, első meccsemet megnyertem, második meccsemet, amit ever játszottam a játékkal, megnyertem, harmadik meccsemet, amit zsinórban, akkor már harmadik meccsemet, második lettem. Ilyen performance produkáltam, és el se hinnétek egyébként, hogy mi ez a játék. Tehát szerintem ki nem bírjátok találni. Bár lehet, hogy mondjuk meséltem már erről, de nem egy olyan game-ről van szó, ami így alapvetően az emberben felmerül, hogy hú, hát az amúgy egy kurva jó játék, már pedig egy kurva jó játék. Megmondom, mi ez? Fall Guys. Igen, Fall Guys. Néztem ki a fejemből, hogy mi a fasz.
Ark Survival Evolved. Megvan a játék, de azt akartuk tolni a többiekkel, de valamiért olyan rettenet bagos, hogy nem bírunk egymásra csatlakozni. Egy az egybe, bagoly, egy az egybe. De szerintem erről én már meséltem, úgy rémlik. De mondom, Fall Guys az... Ezt... Szerót kell bérelni ott. Hát elméletileg kellene működjön az ilyen tákolt szeró is, de nekünk nem működött, úgyhogy feladtuk. Tehát mondom, a game az megvan. Epic Games-en természetesen, de megvan. Fall Guys megevett egy monitort, meg egy kontrollert? Így mi persze. Tehát azért az Epic Games azért jó, csak és kizárólag azért jó, mert ott ingyen gamed. Más lófasz, semmi. Fos amúgy az Epic Games, ingyen játékot ad, ezért jó. Teszünk egy érdekes kísérletet. Lopja az adatokat cserébe. Az Epic Games? Azt még nem hallottam amúgy. Azt tudom, hogy például a Faceit, én most C2-ről beszélek, Faceit ugye, azért nem Faceit ezek, mert szaúd-arábiai kézen van a Faceit, mint tulajdon, és megmondom őszintén, azért Szaúd-Arábiában ilyen emberjogi problémák azért vannak, kőkeményen, és azért nem szívesen játszok olyan platformon, ahol Szaúd-Arábiában lehet, hogy egy indiai kisgyereket az én nevemmel adnak el. De amúgy imádom az open world survival gémeket, tehát mondom, én Minecraftozni is ugyanolyan lelkesedéssel Minecraftozok nap mint nap, hogyha időm engedi, mondjuk kurva régen Minecraftoztam, úgyhogy most már itt lenne az ideje. Na jó, erre vagyok kíváncsi egyébként, hogyha rakok rá egy ilyet, ez elég-e arra, hogy ne pusztuljak meg tojáskültés közben? Egyébként sejtésem szerint igen. Terraria? Nem, a Terraria nem. Nem vagyok a 2D-s játékok ellen, de igazából velük se vagyok. Nem adja át nekem. Modos szerú nézőkkel Minecraftba? Nem tudom, hogy ez mennyire kivitelezhető egyébként. Arra kell egy cipő erre a karakterre. Alap Minecraftos szervert azt tudok csinálni, de a modosat az Istennek nem tudom megcsinálni, nem tudom hogy kell. De ha majd egyszer olyan szintre fejlődünk, akkor nem mondom azt, hogy ne béreljünk egy modos Minecraft szervert. És azon tudjunk mondjuk játszani. De ez ugye még a jövő zenéje. Mondtam nektek, én egyébként szeretnék fejlődni mindenképpen ezen a streaming per videókészítésen. Tekit klasszik, az jó is volt. Szerettem. Tehát mondom őszintén, tényleg én szeretnék ilyen téren fejlődni. Én nem zárom ki annak a lehetőségét, hogy a jövőben, amikor lehetőségem lesz egyéni vállalkozást indítani, akkor nem mozogjak ilyen videókészítés, videóvágás, illetve streaming téren. Tehát hogyha jelenleg meglennének azok az anyagi feltételek, amik érdekes mód, nem viccelek, az anyagi feltételeket egyébként elő tudnám teremteni, mint olyan egy saját vállalkozás elindítására, ami ezzel foglalkozik. Viszont először stabil lakhatást, egyéni problémamentes lakhatást akarok magamnak előteremteni, hogy ne itthon kelljek mondjuk szüleimmel élnem. Amit egyébként édesanyám annyira nem szeretne, hogy elköltözzek, de ennek is el kell jönni az időnek, úgyhogy kőkeményen egyébként erre vagyok ráfeküve. Hogyha ez megtörtént, akkor utána viszont majdnem biztos vagyok abban, hogy egyéni vállalkozásba fogok kezdeni. Hány éves vagyok? Nyáron leszek 26. Öregebb vagy nálam? Te jajás. Ma
hallottalak csókolom? Mi? Hallott? Ne kezd ezt a csókolomot, mert én esküszöm, mikor sétálok az utcán. Hello, írtam. Mit írtál, Dupladi? Mikor? Bocsánat, nem vettem észre. Elpörgött a cseten. Kövekkel hogy állok? Nem tudom, hogy állok a kövekkel. Húsvéti event végéig gyűjtöm őket. Tehát látod, most is gyűlnek, itt szépen lassan. Aztán majd meg tudom húsvéti event után mondani, mikor elkezdem kövezni a cuccaimat. Idén tölted a 27-et. Hát akkor csak egy évvel vagy fiatalabb, hát nem tragédia. Kell valami szóljak? Rendben, Dupladé. Köszönöm szépen, előre is. Persze, Kajosin, te pont téged foglak születésnapi ajándéknak kérni. Macsupi nem számolja. Kajak, kanisztok! Esküszöm, kanisztok! Így ránéztem a kis cuki búrádra, meg a fizimiskádra. Én azt hittem, hogy te 22 éves, te nem vagy több, de egy no joke. Hát kurva jó tartott magad. Milyen vállalkozás van te ebben? Jelen pillanatban azt mondom, hogy ilyen videóvágás, streaming és gaming egyéni vállalkozás. Nekem mondom, ez hosszú-hosszú évek óta az életem részét képezi, és szeretnék ezen a vonalon egyébként alkotni valami maradandót. És úgy gondolom, hogy ehhez, hogyha ezt tényleg full time tudnám csinálni, akkor szerintem főleg kezdetben elég lenne önmagamnak a kapacitása is. Videóvágás felváltja az AI. Hát nem tudom igazából az AI, hogy milyen videóvágásokat csinál, vagy editel. Tehát én nem pont olyan ilyen egyszerű shorts videókra, vagy ilyenekre gondoltam, hanem akár ilyen reklámfilmeket, meg reklámkampányokat, akár logókészítés jövőben, vagy ilyenek, tehát mondom, bármi. Önmagában a streaming is azért jelenthet bevételi forrást, főleg, hogyha szépen ki tud épülni egy csatorna. Tanulni is kell? Hát, figyelj most, senki sem az anyjába tanul meg semmit, tehát nem mondtam azt, hogy én ezt most így fura így beleugrok full tudatlanul, tehát ez szerintem alak dolog, hogy kell tanulni, tehát nem tudom ebből mi volt. Hogy jött le az, hogy tanulni kell? Hát persze, hogy tanulni kell. Tehát semmit sem az anyjába tanul az ember. Három-négy év egyetem. De mire kellene egyetem? Már én most nem tudom, hogy mire gondolsz, hogy egyetem kellene. Ezekhez nem kell egyébként szerintem egyetem. Vannak ilyen kurzusok, amit el lehet végezni. Még céget csinálni sem kell egyébként egyetem. Egyetemi végzettség. De amúgy szerintem is, amit Jani mond, én azzal maximálisan egyetértek, hogy egy diplomával kitörölheted a segged igazából. Az, amikor oda kerülsz élesbe és csinálni kell, amit csinálni kell, akkor derül ki, hogy ki mennyire kompetens. Olyan embereket ismerek, hogy van 2-3 diplomájuk, azt lófasz, semmit se tudnak megcsinálni. Papír nélkül nem kapsz lehetőséget? Mire? Mire nem kapsz lehetőséget? Elmondom neked, hogyha egy igazán komoly céghez odamész, és te megmondod, hogy
te ezt tudod, és prezentálod, hogy te mit tudsz, akkor biztos, hogy nem fognak neked azt mondani, hogy nem. Megmondják, hogy figyelj, itt van, próbáld meg, megnézzük, mit tudsz. És hogyha bizonyítasz, akkor ott a lehetőség. De mondom, én egyéni vállalkozásba akarok kezdeni, mert egyszerűen nem annyira csipázom, amikor olyan dolgokét basztattak, amire egyébként nem az én hatásköröm, de azért oldjam meg jelen pillanatban. Figyelj, Harmony! Ezek tény is való, vannak ilyen esetek. Ez egy per egy igazat adok ebbe. De alapvetően, ha most megnézzük például az, hogy a világ leggazdagabb emberei közül hánynak van olyan hihetetlen szuper nagy végzettsége, meg fogsz lepődni, hogy a legtöbbnek nincs olyan komoly végzettsége. Eszük az van, de nem diplomájuk. Nem diplomán fog az egész múlni. Amúgy itt lehet kellene használni izét. Te benne vagy a Top 5-ben, Koyoshin. Ilyen, igen, mondjak három nevet. Azt hiszem Elon Musk is kapásból egy olyan alak, akinek nincsenek olyan nagy diplomái. Egy diplomája van valamiből, ha jól tudom, bár nem néztem annyira utána az ő életének. Akkor hogy is hívták, várjál? Azt hiszem például említetted Steve Jobsot, neki sem volt azt hiszem olyan kurva nagy diplomája, de mondom, én a magánéletükkel nem foglalkozok. Van egy fincsa kis diplomája. Nem tudom milyen diplomája van hirtelen Steve Jobsnak, Elon Musknak. Nem tudom mi a végzettsége. Keresztapunknak nincsen diplomája. Mondom, a Steve Jobsot azt tudtam, hogy nincsen nagy diplomája. Hát figyelj, Harmony, ha ezen múlik, én előkeresem a jelenlegi világ 100 leggazdagabb emberének a listáját, és akkor megnézzük, hogy kinek milyen végzettsége. Bár őszinte leszek, nem érdekel, soha, hogy Mark Zuckerberg. Tényleg a Cukinak sincs olyan nagyon nagy diplomája. Mészáros lőlőt, na tényleg, na ott van, Mészáros Lőrinc, tessék! Zenét lehetek kérni? Ha minden jól megy Lukácsom, akkor a holnapi streamben majd igen. Szekuntum. Gondolom a Minofarmos 70 az. Ott van ugyanúgy CH1-en. Tak, csak jön neve. Jó, CH1 kék mappegyen a Nyuszipetnél ott van a sámánom. De helyesbitek egyébként, olyan szempontból mindenképpen igazat adok Harmoninak, hogy igen, a diploma fontos, de nem jelent mindent. Tehát azért nyilván, hogyha van egy diplomád, az sokkal könnyebb, természetesen. Sokkal-sokkal könnyebb. A kezdés. De amikor oda kerülsz, hogy csinálni kell, akkor derült ki, hogy kinek milyen képességei vannak.
és hogy mennyire tudsz tanulékony lenni. Meg hogyha nincsen egy ambíciód, akkor lehet 500 diplomád is. Hogyha egy hülye fasz vagy és nem szeretsz dolgozni, meg nem is akarsz, akkor akármilyen diplomád van. Akkor... úgyis semmi lesz belőle. Mit melózok? Én mezőgazdasági üzletben dolgozok egyébként. Egy pillanatot kérek szépen. Azonnal visszatérek. Megjöttünk, kis haverommal, Bábi, álmos szegényként. Megvan tükrözve a kamera, igazából most állt helyre a kamera, most van ténylegesen ezen az oldalon, ami ezen az oldalon kell legyen, meg azon az oldalon, azon az oldalon. Igen, cuki szisza. Szóval lényeg a lényeg, mezőgazdasági üzletben dolgozok, alkatrészekkel kereskedek. Én keresem ki az alkatrészeket mindenféle traktorhoz, illetve munkagéphez, amivel a mezőken szoktak dolgozni, robbantott rajzok segítségével. Tudom, ezt a macskát sokan lopnák, de nem adom, ez az enyém. Ezzel a macskán egyedül egy emberrel leszek hajlandó osztozkodni, az pedig a jövendőbeli, eddig még általam valószínűleg nem ismert asszonykám lesz, ha lesz, mert nem akkor marad egyedül. Egy gazdás cica ez. Süti, szerintem nem lesz ma Marte portál. Macska kleptomániás. Tudom, ezt a cicát nagyon sokan szeretik. De amúgy én úgy dolgozok ebbe a szakmába, hogy egyébként gazdasági technikus vagyok. Mi? Ja, legkevesebb kellett, nem legtöbb. Tudom, hogy Kajosin megtenni. Azonban én kinézem Kajosinból. Egy pillanat. Menjünk szépen a haverokhoz egy kicsit. Szórakozzatok. Szóval, keresünk még egy kis kövecskét. Amúgy maga a munka, amit végzek, nem szar, mint olyan. Inkább a kliens siker, illetve a fizetés az, amivel nagyon-nagyon nem vagyok megelégedve. Igen, Süti, mindenképpen álljál meg 40 mount-tal 205-es szinten. Tornázz fel azt egy ilyen legalább 50-re, vagy 60-ra, attól függ, hogy jön össze a lépés, vagy mennyire leszel türelmes. Vagy amit még tudok javasolni neked, hogy egy pallert szerezd be, mert mire eljutsz menetékre azért, hogy effektíven tudjál haladni. Természetesen elég lenne mondjuk ilyen 40-50 mount is, de legyen azért több, mert az biztosabb. Meddig leszek kb? Hát szerintem mondjuk csak egy olyan fél órát. Amúgy igen, Vityó, pont ezt meséltem, hogy a jövőben, amint a saját magam lakhatását biztosítom, akkor... tehát ezt olyan szinten, hogy házat akarok venni, tehát ez nem titok. Én erre spórolok, ezért dolgozok. Ha akarok egy házat, ennyi. Ha megvan a ház, van egy biztos lakhatásom, amiből el tudok indulni, akkor onnan lehet. Ha elég drágák a házak, igen. Igen. Főleg a keretes házak. Nagyon drágák.
nem az, mert betonkockát azt most is tudnék venni, de hát a faszomokkal betonkockába menni egyedül. Sőt, mondok jobbat, azt anyám se engedni. Őszintén megmondom. Ha most én vennék egy betonkockát, amúgy azon tökre gondolkoztam, hogy veszek egy ilyen kommunista blokkot, ilyen betonkockát, és kiadom bérbe, plusz bevételi forrásként. Pesthez képest mennyi? Ha fogalmam nincs, mert Pesthez képest nem tudom, mi a viszonyítási alap. Nem tudom, Pesten mennyik a házak. De Pesthez képest biztos, hogy olcsóbb. Mondom úgy, 80 ezer és 150 ezer euró között. Telek méret, illetve ház állapotától függően. Forintban ne kérdezz, fogalmam nincs. Ugyanezek például ugyanígy Románián belül Kolozsváron 1 millió euró. Tehát mondhatni, azokhoz képest nem drága, viszont azt a pénzt elő is kell keresni. A havi 500 eurós fizetés mellett pedig nem olyan egyszerű. Ez Pesten annyi? Vagy az a 150, inkább az a 150 ezer annyi? Azok olyanok, hogy költözhető? Hát nyilván felújítás az itt szorul, természetesen mindegyik, meg igényre szabásra, de amúgy igen. Okay. Nem 500-at keresek, hát várja meg. Napi valuta, átszámoltam forintba, vagy euróba, tehát akkor már egyből forintba. Erről mit tudom én, román lej, magyar forint. Hát ugye most emeltek a fizetésemet, csak nem tudom, hogy ez mennyi lesz, mert az eddigi fizetésemet veszem alapul, akkor nagyjából olyan 220 ezer forintot keresek per hónap. És ezt mondom úgy, hogy ez a 220 ezer forint átlagban az átlag fizetésekhez képest, az itt mondhatni, hogy életképes. És ez a szomorú. Hogy itt, ahol én élek, ez egy átlagos fizetés. Tehát nem túl kicsi, tehát ettől kevesebb fizetések vannak, sajnos. Viszont azért most már kezdenek több olyan cég is jönni, akiknél azért jobban lehet keresni. Csík környékén érek, igen, Vityó. Tehát itt a szomszédos megye, tehát azért közel van. Az a baj, hogy ahol van Csíkszereda, meg Sepsiszentgyörgy. Most egyébként Sepsiszentgyörgy elég szépen kezd zárkózni a nagyobb városokhoz, tehát azért ott már egy kicsit az életszínvonal alakul jó irányba. Hozzám Sepsiszentgyörgy van egyébként elég közel. Kezd alakulni, de ugye én nem Sepsi Szentgyörgyön élek, ezért ilyen fizetést adnak nekünk itt falun. Egyébként mondtam, hogy én nem vagyok ezzel megelégedve, a főnök egyébként ritka nagy hárpia, azt mondta, hogy most ennyit kapsz. Hát mondom, jó. Csak annyi különbséggel, hogy ezt nem mondtam, hogy akkor így most munkahelykeresésben vagyok. Úgyhogy majd meglepődnek. Egyébként a cég, ahol dolgozok, az most veszítette el két embert, úgyhogy nincs, aki dolgozzon, ergo a főnökség szopik, mint a torkos borsz, mert én nem töröm magam. Szavakban ez még albérletre se elég, amúgy ezt el is hiszem. Tehát mondtam, én most is tudnék venni, fogom a kis széfemet, kiperkálom az embernek, hogy tessék paraszt, itt van a pénzed, kérem a kommunista betonkockát. Külön tudnék most is költözni. Az már más kérdés, hogy nekem
mennyire lenne megfelelő az, hogyha egyedül beköltöznék egy betonkockába. Annyira nem élvezni, szerintem. Tehát így akar, hogy belegondolok, nem élvezni. Azt csak befektetésnek venném meg. Én meg mondjuk úgy nagyvárosba, itt Romániában nem mennék, mert úgy tele van románnal, meg úgy gyűlölöm őket, mint a kurva élet. Ezt most nincs amit ezzel szépítsek, ez van. Tehát egyszerűen nem. Én szívem szerint egyébként... Brassó az jó helynek? Brassó tekinthető jó helynek, igen. Ország szinten egyébként tök jó hely Brassó. Ott még kinda egészen sok magyar is van. Pár évvel ezelőtt, amikor egy kis csöves paraszt genyó voltam, volt ott David Guetta. Tehát azért az minőségebbi hely Brassó. És közel is van hozzám. Kinda. És nem tudtam elmenni David Guetta koncertre, mert nem volt elég pénzem. Külföldi cégek jó felhúztak? Igen. Itt is a környéken, főként a külföldi cégek azok, amik húzzak. De a külföldi cégek azok általában inkább iparban, vagy egészségügyben, meg ilyen helyeken dolgoznak. Mármint külföldi cégek. Vagy olyan külföldi cégek, mint ilyen bevásárló központok, ahol természetesen nincsen jó fizetés. És például étterembe, vagy boltba, még egyszer a büdös életben biztos, hogy nem dolgoznék, ahol nem mondják azt, hogy átlag fölött keresek, mert egyszerűen a legtöbb munka óra mellett a legkevesebb fizetést adják. Basszák meg. Ugyanúgy a vendéglátóipar is, meg minden. Hogy az alkalmazott ott van, dolgozik napi 10-12 órákat, lófasz pénzé, mert nem becsülik meg a munkáját. Gusztustalannak tartom. Igen, olcsó. Tehát az a baj, hogy ez hosszú-hosszú évekre nyúlik vissza. Tehát ugye itt elég sokáig tartott a kommunizmus is Romániában, meg hát a kommunizmus ideje alatt ezek a drága románok olyan rohadnak ki az egésznek a bele. Igyekeztek szétlopni az országot, ami össze is jött, de úgy Erdélyt extrába, és hát ugye ahol nagyon sok magyar élt, azokat a megyéket úgy konkrétan megfingatták. Most úgy próbálják őket egy kicsit úgy visszahozni, de mivel lássák, hogy ezek a törekvések egyébként nem annyira működnek, mert mindig jön valami olyan fasság, amivel egyébként a román állam jár mindig jobban, mint ugye a magyar emberek, így azok is elkezdtek lopni inkább, akik azért kellene dolgozzanak, hogy fejlődjön tovább a magyarság, de nem, inkább most már azok is lopnak, mert igyekeznek minden lehetséges úton, módon ellehetetleníteni azt, hogy a magyaroknak jobb legyen. Ez van. Én egyébként szívem szerint már réges-régen elhagytam volna ezt a pöcegödröt, ezt, ami itt van. De... őszintén megmondva, én egyedül valószínűsítem, hogy egyedül kizárólag édesanyám miatt maradtam itten. Ők teljesen más korszakban nőttek fel, teljesen más meglátással. Nem akarom azt, hogy úgy érezze, hogy hátba szúrom. Ezért nem mentem el, mondom, adok itt egy esélyt, megpróbálom, megmutatom, hogy már pedig én akkor is meg tudom csinálni. Aztán, hogyha nagyon nem jön össze és fölbaszom magam, akkor elmegyek a faszba, te. Már önmagában Magyarországon is sokkal, de sokkal jobb lenne, tehát... tudom, hogy Magyarország sem éppen olyan hely, ahol a kolbászból van a kerítés, de ehhez képest jobb. És ez a nem mindegy. Adtam magamnak jelen pillanatban 2 évet. Jelenlegi
helyzetem amúgy is javul. Tanyi, hogy most van a Ceausescu. Hát az a Ceausescu korszakban egyébként az elv működött. Az nagyon jó volt. Az elv, a megvalósítás, az tragédia volt. Nem tudom, én nem akarok tényleg belemenni a politikába, meg mindenbe, mert tényleg nem egy gaming csatornára való. Én a politikát, mint olyan bőszem megvetem, gyűlölöm az összes politikust. Hülye fasz majom az egész világ politikusa egy vadgeci. Egytől egyik tényleg az egészet gyűlölöm, tehát mindegy, hogy milyen állambeli, mindegy, hogy milyen szerénynek próbálja mutatni magát. Az összes egy félkegyelmű, hazug, barom geci állat. Nem, gyűlölöm az egész politikust. És épp ezért nem akarok semmilyen jellegű politikai dolgokba belefolyni. Én egyébként nem gyűlölöm egyébként Viktort, ha mondjuk így. Mert azt azért valószínűleg sokan nem tudjátok, hogy azért ő amennyire lehetett a magyar embereket segítette. A külhoni magyar embereket. Hogy mondjam, hogy ez ne tűnjön izé gecinek. Ugye lehetőség volt az, hogy valamikor külhoni magyarként lehetett szavazni. Én nem mentem soha szavazni. Nem az én tisztem, de hány, most őszintén megkérdezem, hány olyan állam vagy ország van ezen a világon, ahol vannak külhon élő emberek, mit tudom én, nem tudom, hogy az oroszok, mondjuk az Ukrajnában élő oroszokat mennyire támogatják anyagilag, de a magyar állam évek óta támogatja a külhoni magyarokat, minket Erdélyben biztos. Úgyhogy nekem ilyen szempontból nem lehet egy kibaszott rossz szavam sem, nem panaszkodhatok. De mondom, abszolút megértem, hogy a helyzet sehol sem tökéletes, és nem is akarok tényleg politikával foglalkozni, az egy gaming csatorna, véleménnyel mindenkinek meg lehet. Persze azért mondom, hogy én nem Magyarország területén élek, én nem akarok Magyarországon élő magyarok helyett dönteni. Én ezért nem mentem el szavazni, soha. Hiába, hogy adódott egy lehetőség, alapból nem értettem, hogy miért. Vagyis hát értem, hogy miért lehetett, tehát egyértelmű. De... érted, tehát nem akartam ilyenekbe belemenni. Az nem fair senkivel szemben. Keverőpultot? Az igen. Van itt még valami? Nincs. Jó. Akkor hölgyek, urak, menjen még egy sorsolás. Így a nap végére. Szigbálcom püspedvét veszel? Ha, jó lenne, ha lenne merchandise-om. Jó, csinálunk egy utolsó sorsolást a mai napra. Ez egy picit rövidebb lesz. Most jön a csibe, Jani. Jó, aktív a nyereményjáték. Lehet rá jelentkezni. Fekete csibe hívó. Ez a cukiság, ez a nyeremény. De jó kéne nekem. Sok sikert, Jani. Sok sikert. Kajosin win többi bunda. Szerintem azért a többieknek is tesz azért beleszólás ebbe.
igazából vallok, az a helyzet, hogy most lett jó. Tehát eddig nem volt jó. Nem tudom, hogy csináltam, vagy megfordítottam, de most jó. Fogalmam nincs, hogy mit állítottam, merre. Tudja a bánat, de a cserépkája most jó oldalára került, tehát itt van. Nem fordítva. Neked így nem tetszik a régi jobbort? Hát bekaphatod, mert nem tudom, hogy hogy állítottam át, és azt sem tudom, hogy hogy állítsam. Visszaterem is akarom. Most lett jó. Végül is így kellett neki. Ügyétek vissza. Várjál, lebontom a csempekájhalmat, és akkor felépítem a másik oldalra. Jó lesz. Az a baj, vagyok annyira ökör, hogy az ilyen hülyeségekre vevő legyek egy-egy fogadás keretében belül. Keretén belül. 242. Hova húzol karaktert, Nikó? Mi lesz annak a célja? Ork farmos? Vagy menedék farmos? Ott itt ledaráltak mindent. Ja, most darálnak le mindent. Nem baj, keresünk. PvP-tére? Jaaa! Te is akkor elkezdted csinálni a PvP-s varos szetedet. Majd karakterrel menjek. Nézzük meg ezt. Tojásgyűjtő? A tojás royal? Nem tudom, hogy hétköznapra így be fogja kerülni még. De szerintem hétvégén lesz majd tojás royal. Ez ugye egy hóér kristály, ezt most megtaláltuk, leütjük, nem hagyjuk hátra. Jó, hát ugye dupladék kérdezte, hogy hogy állunk 9-es kövekkel, szerintem tök jól állok. Meg még van 702 darab aranypokárdám, jó lesz ez, alakul a dolog. Alakul. De hogy nyerted a csibét, mit hazudsz? Látom, bazd meg. Te csak szeretnél csibét nyerni. Csak szeretnél csibét nyerni. Mindenki leformult a tojás keveket? Ja, nekem nem lamenhez kell. Nekem is van 10-es lamen. Nekem a felszerelésem optolására kell 10-es kő. Optolására? Bazd meg, hülye. Kövezésére. De ugye természetesen elsősorban akkor is a mobos, utána majd a PvP varos. Hát kíváncsi leszek, Kajosi, de hogyha te nyered, én újra sorsolom. Nem, csak vicceltem. Megkapod, ha akarod. Amúgy nagyon jó ez a varázstojás, hogy droppol ilyet. Egy-két napon belül eldöntöm, hogy mi legyen a varázstojásokkal. Attól függően, hogy holnap mennyit tudok majd farmolni. Zoli nevű ember nyert. Alapvetően nem ismerem. Nem, macsupi. Az olyan itemeket egyébként, amiket a team ad, azokkal nem teszek különbséget senkivel. Egyszer volt, pillanat, megjött Loki.
Szóval egyszer volt olyan ember nyert, akinek nem adtam oda a jutalmat, mert tényleg egy hülye fasz. És az a saját, úgymond karziumon volt, azt hiszem karziumot nyert, amit ugye kapok. Itt van Nikó barát. Szia Nikó, hajrá! Nem very toxic volt. Mondom, egyszer volt ilyen. Viszont, hogyha teamtől kapott itemet sorsorok, akkor nem teszek senkivel se szembe különbséget. Tényleg nem. Tehát az így fair, szerintem a team fele elsősorban, hogy ők adnak itemet, hogy sorsoljuk ki, akkor azt sorsoljuk ki. Nekik minden játékos egyforma, minden játékost ugyanúgy kezelnek, akkor ezt én maximálisan tiszteletbe tartom, és így is cselekszek. Nyikorog a macska. Igen. Szia, Loki. Köszönj szépen a nézőknek, Loki. Köszönj szépen. Jó, cica, megy el ide egy kicsit. Ne aggódj, már sokáig nem lesz a streambe gazdi. Miau. Nos, melyik a legtöbb? Ez a legtöbb. Addig bacskáztam, hogy... Hát... Nem eszik tonhalat, Loki. Leszegyek a prémium tonhalat. Mi a fasz? Hát értesz, hogy tonhalat kap. Nem eszik tonhalat. Na várjátok, azért visszamegyek, mert azt se tudom, hogy a lootot szedtem-e fel, vagy valami. Azt se tudom, melyik CH-n voltam. CH3-on voltam, emberek? Azt gyorsan felszedem a lootot. Aha. Jó, megvan. Mit teszik Whispertont? Whispertont... az mi? Ja, bár az a Whisperton nem az az izé magyar meleg gyerek, aki beutazza a világot valami izé modellnek, vagy mi az, mivel foglalkozik a hülye gyerek? De... ne kérdezzétek, hogy honnan tudok ilyen dolgokat. Esküszöm, mutatták, nem magamtól. Ja, és még azelőtt mutatták, mielőtt bevallotta, hogy meleg. Platon. Plankton? Na baj, egy kicsit használjuk akkor az Ezrát is, hát bazd meg. Úgyis ez a karakter már alig kap figyelmet. Streamer üzenet? Ja, ez még azóta itt pittyek. Kicsit tojás kevezünk ezzel is szoktam. Ugye, Loki? Na, látjátok? Gazdi fölvette, szépen elhelyezkedett itt a combomon, és béke, nyugalom. Mi van? Jó, nem tudom, nem vagyok annyira benne ebbe a TikTokos témában, mondom, én személy szerint nem TikTokozok, sokkal-sokkal több TikTok videón van fent TikTokon, mint ahány videót láttam TikTokról, nem szeretem a TikTokot, abszolút. A tolvaj köztünk, kérem. Köszönjük. Hát Kajosi mindjárt beírja, hogy én. Hát gondoltam, bazd meg, gondoltam, hát ki más lenne. Kajosinak a fickója. Amúgy Szigi nem vállalja fel Kajosit, nem mutatkozok veled az utcán. Mit képzelsz magadról?
Ja igen, van egy extra gyűrűm ezzel a karakteremmel, is szoktam amúgy néha bohóckodni. És ahogy a drop se olyan tragédia. Jó, Kajosin, ezt mond annak a nagyjából 1000 kilométernek, ami elválaszt egymástól minket. Jó. Tehát estől sötétben úgy felvállallak téged, mint a kurva élet. Főleg miközben valami filmet nézek. És nem pornót, kihangsúlyozom. Az utolsó pornó jellegű videó, amit láttam, az jó pár hónappal ezelőtt volt, és Haribó küldte. Ezt csak úgy mellékesen megjegyzem. És csak azért néztem meg, hogy röhögjek egy jót. Mert az volt a téma benne, hogy... Hát a csajnak belefütyülnek, a seggébe is víz hangzik. Az elmúlt talán két évben... Jó, lehet sokat mondok, mert... Lehet, hogy így küldtek ilyen hasonló felnőtt tartalmakat, amiket megnéztem, hogy röhögjek rajta, de amúgy tényleg az ilyeneket küldik általában, szerencsére. Ezt tett hozzá még a csaj élvezte is. Hát nem ellenkezett, röhögött rajta, szóval élvezte. Miért nem rögtön petárdát raktak bele? Mert Vardótól tudjuk, hogyha a petárda felrobban valamelyik testnyílásodba, akkor onnantól kezdve nem nő többet szőr. Igen, ezt Vardótól megtanultuk. Nudista bicikli túrát nézett Londonban? Kalisztok, erről szeretnél mesélni, hogy ez hogy jött neked össze, vagy miért? Miért? Bár én azt hallottam, hogy ez ilyen... Írtam-e a Csibe nyertesnek? Hogy ne írtam volna? Direkt neki írtam Discordon. Persze, hogy írtam neki, Niki. Csak nem reagál rá. Zolika, te vagy az? Akkor írjál szépen vissza Discordon, hogyha te vagy. Tehát írtam Discordon, direkt az ő profiljára rákattintottam, szépen ráírtam, és akkor úgy írtam, ahogy szoktam amúgy. Köszönöm szépen, Kajosin, a Skull. Jó. Zoli, megtaláltam. Jó, rendben. Jó van, Zoli. Írtam továbbra is Discordon neked, hogy hol fogunk összefutni. Gyere szépen. Amúgy nem kell aggódni, hogyha valaki nem veszi egyből észre azt, hogy nyert, és ráírtam. Általában 2-3 hétig mindig meg szoktam tartani a dolgokat. Pont az ilyen esetek miatt is, mint hogy Zoli nem vette észre, hogy írtam neki. Zahid karaktert kell megkeressük. Egyelőre én ide hoztam a karakteremet. Aztán látom itt a sarkából, hogy mit fog történni, hogyha ott van, akkor váltunk. Te vagy ez a karakter. Te vagy már egy karakter. Várjatok, egy pillanat. Átadom a képet itt a fő karakterimre. Pak. Jó. Azonnal adjuk át a nyereményt is. Pillanat. Jó. Ő is lenne Zahid, néven fut. Thank you. Meg is vagy, gratulálok a Csibéhez.
GG Zoli, minden esetre, GG. Remélhetőleg ezzel is előrébb leszel. Nekem kifejezetten mindig egy külön öröm, hogyha egy kisebb karakter nyer, mert azt jelenti, hogy ezzel tudtuk az ő játékát támogatni. Várjátok, közben visszaadom most már a képet a másik karakterre. Még egy picit, ameddig itt bohóckodunk. Mert amúgy annak meg kifejezetten örülök, hogy Steambe át tudtam adni. Minden jó a vége. Bizony. Ebben egyet értünk. És hiszem azt, hogy minden problémára van megoldás. Nico azt úgy említette, hogy neki ma már volt, így hogy feltételezem, hogy nem lesz, mert fejlődik. Nem tervezt eladni, megy Bunnerbe. Helyes! Erősödjél szépen meg! Következő eventen gondolj bele, ennyivel kevesebbet kell majd megcsinálni. Nem tudom, hogy most orkot? Vagy minót mennyire takarították le a kövekkel. Hát Nico, sajnálom, de nálam viccettél jó. Ha jó tanácsokra vársz egyébként, Zoli, akkor ne kajosintó kérjél jó tanácsot. Bízzál te bennem, nem kell kajosintól a jó tanácshoz kérni sebit. Tehát nem kajosint fog neked jó tanácsot adni. Ne bízz benne. Amúgy meg igen, Kajosin majmoknál is meghal. Kurva szátokat. Azaz Kajosin. Gyere dübe! Tépp szét az inged! Pattanjon a gomb az ágy alá! Majmoknál azért nem. Nem is a mappetes majmokról van szó. Az arany majmoktól kifekszel. Ugye, Loki? Hűséges gaming társam elaludt. Na most kíváncsi leszek egyébként. Ezt régebb nem néztem. Jó pár napja. Streamben meg tudom mutatni, hogy egy ilyen orkos húsvéti tojáskő leütése után kb. Mennyi darab piros tojás jön. Mert ugye itt a mobokból azért esik a piros tojás. Hát 23. Nem szar. Amúgy. Majd akkor beszélünk, amikor annyit ütsz, nem köpsz, Kajosin. Jó? Itt az itt vannak már köpködős emberek. A nincs át a köpése miatt nem szeretem, őszintén. Ez egy ilyen túl óp élet. Mondjuk a sámán az amúgy, hogyha szépen meg van építve, az baszó. Az baszó. Szadni sámánja is nagyon baszó amúgy. Jó, itt most már letojáskövezzük, amit le kell tojáskövezni. Egyébként a gyűrűbe belenézek, hogy már lenne pont egy portálra valóm. De szerintem a mai nap folyamán azért ezzel már nem élek, mert sokan elmentek pihenni, már egy picit késő van, illetve hogyha holnap is lesz a stream, már pedig szerintem amúgy azért lesz egy ilyen jó kis zenés, jó hangulatú stream, jó vágás, mit tudom én.
akkor arra tartogatjuk azt a portát, meg holnap valószínűleg akkor grindolni fogunk jó kis zenék társaságában. Megakadályozod a streamet. Hogyan fogod megakadályozni a streamet? Kíváncsi leszek rá. Jó, mondjuk, hogyha most azt mondod, hogy adjam meg a PayPal-omat, amire elutalsz mondjuk egy olyan röpke 1000 eurót, én esküszöm, ebben a hónapban se streamelek többet. Tehát azért, na, meg lehet venni. Tehát nem vagyok megfizethetetlen, tehát érted, a bőrömet eladnám az ördögnek kb. De mindennek van egy ára, tudod? Ilyen ez a gazdaság. Nem kell a nude kép, láttam én már csóri főzött kolbászt, bazd meg. Kajsi, de olyan hülye vagy, bazd meg, mint egy igazán intelligens szőkenő. Esküszöm, nő lenné, beléd szeretnék, egy az egyben. Lehet egy tökös csaj, ha akarod. Nem, én egyébként a hölgyeket pont úgy szeretem, hogy tudod, úgy fizikailag is, meg anatómiailag is tökten hölgyek. Nem nagyon imponál, hogy őszinte legyek. Láttam én már olyan, nem volt kellemes látvány. Hú, ez... átvitteted magad? Hú, bazd meg! Emlékek törnek fel. Ezt... mi van, Veritoxik? Bekapnád a csöcsön, mi? Ne is tagad. Tudom, hogyan érzed. Ezen a karakteren, itt Gold Urban van 12 kárút, jó. Amúgy vegyetek rúna követ, ha valakinek kell. Amúgy bazd meg, valaki vett rúna köveket, mi a fasz? Vettek rúna köveket. Jó. Jó, vettek rúna köveket. Oké. Mi amúgy a váltás? Bazd meg, miért nincs piros tojásom? Hú bazd meg. Ha most ami piros tojás van, az mindent. Nem tudom, az még meddig lesz bent. Várjatok. Gyorsan ad. Sajnálom, ez nem hot up stream. Uraim, kérem, fékezzék indulataikat, és kapják el faszukat, majd rakják vissza a nadrágjukba. Mit képzelnek önök magukról? Ha mondják meg őszintén, most önök maguknál vannak? Már ez nem az a karakter. Gyorsan össze kéne szedni mindent. Mi vagyunk? Mi vagyunk az icikék, mi vagyunk a picikék. Bocsát, elragadtattam magam. Sajnálom. Hallott, Toxic? Stream után én fölmegyek a klános voice-ra. Belépsz, én úgy kirakom neked a csöcsöt, bazd meg, hogy egy hétig fogsz rá recskázni. De ha nem mered feldugni a kis csöves zsidó fejedet, akkor leharaplak. Ketté betörlek, mint egy ropit. Itt nincs tojás? Van 56. Ez nem múljon. Kihagyott trauma érne. Na, látod? Ennyi. Mit nyitottam meg? Ja, nem azt... Bazd meg!
rossz karakter tézeget. Mi az, amit kér amúgy? Bazd meg, elfelejtettem. Sárkányalma, a pillanatban annyi van, mint a szemét. Na gyere a puhoz. Ha ebből kiütjük a hiányzó mafulelket, szóval ebből kiütjük a hiányzó mafulelket, az maga lesz a csoda. Fekete kép, mi ott osz? Na jó. Nem tudom, hogy történt a fekete kép, sajnálom. Mi a neve a macskámnak? Loki. És nem a Marvel sorozatból, hanem az Északi Istenről kapta a nevét. És egyébként tökre olyan Loki. Jó, lett 14 darab idéző. Hát figyelj, én ezt még a nap végére megpróbálom. Anya, várj! Nem hát, az... Jó, nézzük meg, hogy ez össze fogja jönni. Nézzem meg a párbaják és a kardják. Párbaják és kardják. Mi? Nem is tudunk a GM-nek profilt nézni, hogy nézzem meg. Szép vagyok ma is. Á, köszönöm szépen. Nem mászhat fent a macska a szekrény tetején, mert itt van. Itt van. Itt van szekrattam. Nem Ponce, gyűjtsd össze a tojásokat, holnap szerintem fogunk menni majd ranolni, és akkor segítek ranolni. Szépen viszlek magam maramra, nem menj rá. De az a baj, hogyha elfogadja... Micsoda bónuszok, amikor együtt és vagy. Jó, 14 varázs idéz... Varagor, bocsánat. Van még varagor idéző? Üssünk le akkor egy kicsit többet, ha nem drága. 300 rúd lett volna, még megvettem volna, de hát hagyjuk a francba. Nézzük meg, hogy az utolsó mafulelket meg tudjuk-e szerezni. 14 idézőből ennyit sikerült ma összeszedni. Nem baj, holnap majd mikor hazajövök melóból, akkor egy kicsit még farmolgatok stream előtt, meg majd streambe is. Na, emberek, 14 darab varagor idéző. Lássuk, mi fog belőle kisülni. Napfényi egy piros tojást, indígyém van bronzkorona. Hát nem lett ebből ma full élek. Azt mondja, legtöbb vagy, igen, legtöbb. Gyanús, hogy ez a legtöbb, yes. Na várjatok, várjatok. Még egyet le tudunk váltani. Varagó, adjál még egyet. Tehát ez rúd lett. De baj, két mafulel lelkünk azért már van. Még egy kicsit farmolunk, aztán majd valami okosságot kitalálunk ezzel. Valami lesz.
Na jó, viszont ami most lesz, azt tudom, hogy a streamnek a vége, megyek szépen csicsikálok, megnézek meg egy kis pankrációt ágyba fekve, egy picit nektek további jó szórakozást, jó játékot, megnézem, hogy valakit lehet-e úgy rédelni, ahova küldjelek mondjuk titeket, de nagyon nem látok olyan embert. Jó, akkor most egyelőre a raidet elhalasztjuk. Szóval emberek, jó éjszakát, további jó szórakozást. Ha minden jól megy, holnap ismételten jövök egy különlegesebb zenés streammel. Az első fele a streamnek az északias, vikinges zenékkel fog indulni, majd pedig utána jöhetnek a ti zenéitek, szépen ingyenes zenekérés természetesen. Köszönöm szépen Bloodmake a Skolt, amúgy is ittam volna egyet, de így azért jobban jön ki. Emberek, Skol! További szép estét, hölgyek, urak! Sziasztok! Yeah.